Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk 13 perccel. Valami baj van? Tudottam, mindig ugyanúgy kezdem. Mondjuk igaz, hogy egy ilyen nagy lendülettel szoktuk. Nem, egyébként annyira gyorsan elindult, hogy nem álltam át arra, hogy elindulunk, és ezért elindítottam egy ilyen kis meditatív dolgot, illetve az egyik bulvár újság címlapján annyira durva dolgot olvastam, hogy sokkot kaptam. És most így hirtelen tudom hova tenni. De látom, Lacit is meglepi ez a dolog, majd mindjárt odaadom. Nem rólunk van szó, hál' Isten, nem vagyunk benne, meg nem vagyunk érintett. De most, hogy beszélünk róla, majd holnap. Persze. Sokan igyekeznek, hogy mindig benne legyünk valamelyikben, nem mindig sikerül. Nem, hál' Isten, nem vagyunk benne. Nagy számok törvény alapján még előfordulhat az elkövetkező hónapban, hogy egy pár szó címlapon leszünk, de nem mindig jön össze. Igen, a táncos flettó SMS-t nagyon szeretem. Tehát az... Zenére. Zenére. Ez a Girl at Jam című darára jött a táncolj flettó. Tök így összekapcsolod a kérdés. A mi kis valóságunkban így egy csomó dolog így összekapcsolódik. Más nemzetek fiainak, lányainak nem mond az égvilágon semmit, de nálunk abban a pillanatban, ahogy meghallod, már tudod, hogy mi ez lehet. Között. Igen, és egy bírom, amikor valaki ennyire vág az össze, kicsit haragszom is magamra, hogy valami nem jut, nem nekem jut eszembe. De amikor az ember egyszerre utálja saját magát, hogy miért nem én mondtam be. De a táncolj flettó nagyon jó esemény. Jogos a kalaplengetés, jogos a taps. Igen, bárki. Hajlunk nagyságod előtt. Nagyon jó, ha valaki nem tudná, ugye egy videóról van szó, amit ezzel zenéltek alá, a politikusaink táncoltak, egyébként külföldi mintára. Ez a mi kis valóság. Ez a mi kis valóságunk. Na, kedv van, és amit nagyon-nagyon örömmel konstatáltam, hogy vettem észre, Feri, csak segítek. Jaj, tudom, köszönöm, hogy... már pont elgondolkodtam, hogy mi. Tudom, hogy a bakost kevésbé járattátok, hogy hát, gyerekek, világos. Nappali világossággal jövünk. Aztán rájöttem, hogy ez az óra átállításig tart. De én ma annyira megörültem, kiléptem, csiripeltek a cinkék, énekeltek a verebek, táncoltak a hólyák, kelepeltek a rigók, kvartyogtak a békák, hegedültek a tücskök, és nappali világosság fogadott. És szorgoskodtak a hangyák, ne felejtsük, mert a hangyák mindig szorgoskodnak, bármi történik is. Így van, a tücsök csak hegedült, a hangya szorgoskodott, de elképesztő volt ez a fajta fényerő, ami fogadott már reggel. Március végéig ezt megtartjuk, akkor ugrunk egyet vissza, és aztán már májusban megint. Annyira jó, hogy ez komolyan mondom, jobb kedvű derített. Nem voltam rossz kedvű, meg nem volt semmi baj, csak úgy kilép az ember a háza ajtaján, és azt gondolja, hogy ez nagyon klassz. Ráadásul az eső sem esik, a hó sem, ahogy a kékesen tegnap. Tehát ez egészen megdöbbentő volt. Az nagyon kemény. Február alig múlt el, hát most egy kicsi még ott lehet. Igen. Mennyi, 20 centi esett? Ahhoz képest, akkor, amikor kellene esni, akkor nem esik, de el is fog sajnos olvadni, nem sok maradnám meg belőle. Ha valaki esetleg meg akarja még nézni, még megteheti a kékestető webcamre, keressen rá az internet. Ausztriában fél méter hó. Nagyon súlyos. Fél méter hó esett. Tegnap vittem a gyereket itt síelni, és... Ausztriában? Egy napra? Nem, tíz után elindultál. Műsípályán tanul a gyerek, hogy kapkodni kellett. Végre el tudja jönni már velem egy kicsit síelni, azért kiképzés alatt áll a gyermek, ha akarja, hanem bakancsot kap a lábára, és meg tudja, mi az a regula. Itt nincs. De nem akarja, ugye? Tessék? Akarja? Mit? Az síelés. Nincs más választás. Na jó, de azért elmondhatja, nem? Tegnap nem akartam, mert az utolsó pillanatban dőlt el, hogy tudunk-e egyáltalán menni, vagy nem, mert ilyen iskolaválasztási nap volt, meg nem tudom, csak aztán nem tudtuk lekoordinálni, és ilyen 4 óra 50-kor dőlt el, hogy akkor ő részt tud venni az 5 órás síelésén, úgyhogy nem volt boldog. Műhó vagy műanyag? Műanyag, nem? Én szerintem ez műanyag. 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 Műanyagos van. Műanyag, amire ha rásik a hó, akkor még nagyon csúszik. Uh-huh. És akkor egy kis késéssel meg is érkeztünk a síelésre. Na mindegy, de hogy szavinném már most már nem sokára, mert van hó Ausztriába. Lehet, hát 6 évesen már szerintem simán. Persze, hát még nem tud, de nem baj. De majd mire leír, addigra megtanul, úgy is van. Hát elindítjuk a fekete pályán, mire leír, addigra nagy hólap. Úgyhogy hát most remélem ez a fél méter hó, ez nem ér ide. Nem lesz. Nem kapunk ebből már semmit. Mert hogy azért 4 napos ünnep előtt állunk.
Hosszú hétvége. Jaj, de jó lesz az. De jó és lesz utána az. Nagyon hamar húsvét, azt néztétek? Hogy bizony. Egészen fura módon még márciusban elhúsvétoljuk magunkat. Elbizony, és ráadásul az egybe fog esni ugye szokás szerint a tavaszi szünettel, úgyhogy mi Jánossal azon a héten nem is jönnénk. Na! Mondanánk neked, hogy... Hát e-mailt azért küldjetek róla, hogy tovább tudjátok küldeni. Tudjátok, hogy én nem érdek meg ezektől a feladatoktól. Tehát, hogy ha kell, maradunk egyedül. És akkor tudsz készülni egy hétfőtől péntekig. Chemtrail, tenisz, Sarapova, reinkarnáció. Hogy jövőre már neked is az lesz, hogy nem már csak így felelőtlen össze-vissza elmegyünk nyaralgatni, nem. Hanem időzítened kell. Én ezt most gondoltam. Ezt már, erre én is most jöttem el. Hogy én valahova szeretnék így elmenni évközben, akkor én már nem tudok a gyerekkel egy hétre azt mondani, hogy kimegyünk csak úgy, mit januárba elmegyünk síelni, már ha síelnék. Hát, fenesen tudja. Nem tudsz. Hát, vagy viszed az egész osztályt. Vagy az egész osztályt. Három napot tudsz igazolni szülőként. Három napot. Nyilván lehet szerezni orvosi igazolást. Na, jó, de hamis orvosi igazolás mindig van a belső zsebemben. Nekem is van, megvan már előre, tehát nem ez a baj a dologban. Kiratott minden más szívesen hamisítok. Csak hogy egyébként a gyerek meg le fog maradni, egy hetet be kell pótolni, igazodni kell majd az iskolai rendhez. Én igazit is tudok szerezni, de a valóságtartalom pont annyi, mint a tiéd. Van a családban. Ő tud írni nekünk? Nem, írás tudat. De hogy? Hát nekünk nem, de hogyha mondjuk ti is hozzájelentkeznétek be, akkor tudna. Aha. Bizony. Lőrinci leszek, azt hiszem. Nem Lőrinc. Nem Lőrinc. Persze, távolabb tartjuk ezeket a tűztől, tudod, hogy nem erre keverjük a kerületet. Érezzel, én is gondolkoztam, hogy pont iskola választás előtt vagyunk, járunk iskoláról iskolára. Nézzük. Babzsákoltál tegnap is. Héten megyek babzsákolni. Héten megyek a Waldorfba. Hát ez egy nagy dilemma. Szóval, hogy tényleg nem egyszerű. Hova ad a gyermeket? De a Waldorfosoknál lehet, hogy el tudsz menni bármikor nyaralni. Ott azt úgy is vannak vele, hogy majd megtanul felnőtt korában írni, olvasni, ráér a buka. Menjenek. Szeretném, hogy a gyerekek a személyiség fejlődését nem korlátoznak azzal, hogy meghatároznak, hogy mehetünk-e sielni, vagy sem. Ja, jó! Hát, ha így gondolod, hogy akkor irány. Slag mint Dachstein. Irány, igen. Slag mint Dachstein. Mit szerint ez a Sarapovász volt? Most, hogyha már megemlítettél, akkor azért ebből beszéljünk már kétszer, hogy ki hiszi már el manapság 2015-ben. Bocsánat, hirtelen jött a lendületem, de egyébként amikor meghallottam egy hírt már egy picit így felmerült bennem gondolat. Ki hiszi el 2016-ban, hogy a világ egyik legjobb teniszezőnőjének nincs a stábjában, ahol egyébként mindent meghatároznak neki. Tehát, hogy mindenre megvan a megfelelő ember, erről beszéltél te is már többször, hogy azért egy ilyen kaliberű versenyzőnél nincs olyan, hogy véletlen megjött össze, valamit. Hogy megbevette. Ugye azt mondja a Sarapova, hogy egy 10 éven keresztül szedett gyógyszer hirtelen most felkerült a doping listára, és erre sajnos nem figyeltek oda, pedig értesítették erről, de hát azt a levelet ők sajnos nem olvasták el. Hogy ott basszus... Egyetlen egy dolog szól mellette, bár én nem szerettem, hogy dopingolt, és most már nem a kedvencem, és ezen túl nem is tartom jó nőnek, és egyáltalán. Szóval, hogy nem... Letépped a posztert a falról. Azért megbüntetnéd érte. Meg. Nagyon csúnyán elbánnék vele azért, hogy mer dopingolni. Nagyon csúnyán számon kérném, ha arra gondolsz a vilém. Csúnyán számon kérés lenne. De hogy valóban valami újszer lehetett, ami fölkerült, mert hogy ugye hát, ha ő eddig nem bukott meg, viszont az első versenyen egyből, akkor ő 10 évig legálisan szedett valamit. Tehát akkor az nem volt dopping. Érted? Nem érted, én sem értem. De akkor oké, de tételezzük fel ezt a verziót. Szóval szeret valamit, és egyszer csak fölkerült. Szerintem ő nem dopingolt, hanem ő tényleg olyan hülye volt, hogy nem nézte meg. De nem volt egy ember mellett az edző, az orvos, a dietetikus, a nem tudom kicsoda, aki azt mondja, hogy Mária. Tudod, hogy te Mária nem okos, és nem csinál semmit. Mária nem bontja fel a leveleket, amiket bedobnak a postaládájába, de van valaki, akinek fel kellene egy titkár, egy orvos, egy nem tudom micsoda, egy izét, a titkárja. Nyújtjira, puntjiroba. Sarapom a titkára. Igen, szóval, hogyha 10 évig szedek valamit, akkor lehet, hogy nem gyanakodott arra, hogy ez felkerül, mert ezt elvileg 10 éve szedte. Igen. Tehát, hogy, és egyszer csak úgy, és az első verseny aztán meg is bukott, tehát nem egy új szerről volt itt szó, hanem ő elmondta, hogy gyerekek, én ezt 10 éve szedem, sose volt ezzel baj. Aha. Tehát ez az, ami talán enyhít egy kicsit. De hát ez egy szörnyű dolog így abba hagyni. Eltítják egy-két évre, hát nem tudom hány éves. Aki sugárpova, de aztán abban nem biztos, hogy visszajön. Sugárpova. Van neki egy ilyen cukra, ami sugárpova névre hallgat, igen, és ebből épített milliárdos brendet. Tehát ez sosem szimpatikus, meg ez sosem jó. De hát nézzük meg Serena Williams-et, akit konkrétan érted, lerakod a kínai nagyfal mellett, akkor átmegy rajta. Jó, de hát, őt nem tudják szűrni, mert eltörik minden tűz. Nem tudják szűrni, nem tudják megszúrni, nem tud belepisilni a fajanszba, mert a szétreped, nincs olyan üvegedényben, de bele tudna pisilni, mert minden szétmar a vizelete. Tehát, hogy nézd meg, hát neki olyan színes
szélesedett ki az állkapcsa, és mentek szét a csontjai, hogy ott egyszerűen csak jók a... Igen, csak jók nem bukott le. Jó a csapat, aki dolgozik vele, mindig kiürül, amikor mérik, vagy én nem tudom, pedig szúrópróbaszerűen is mérnek, tehát nem tudom, hogy tudják, de ott valami olyan teljesítménynövelő van, valószínű valamilyen olyan hormon. Ami még nincs rajta hormon. A listáján. Igen. Vagy nincs rajta a listán, vagy nagyon profi a csapat. Na de 15 látod... évvel ezelőtt a csaj egy szábelű, ilyen kis vékony arc, és most egy szépen neve. Jó leve. Szereti a spenót. Mindenesetre kimaradt, hogy ott okos a csapat. De hát úgy látszik, hogy a Mariannál nem volt mindenki ennyire okos, mert nagyon fura, hogy tényleg nem volt, aki azt mondja neki, hogy... Nújtjira, puncsirova, nem nézte meg a levelet. Igen, nem vágta fel a kis, hogy hívják a bontóval. Igen. Solvast el végig. Vanda, hagyjuk, nem is érdekes, nem foglalkozunk vele. Vanda, nem. Igen, úgyhogy ő szépen ezzel elperecet. El is tiltják valószínűleg, tehát nincs kegyelem, hogy szedtél gyógyszert, milyen gyógyszert, egy év, két év, az pikpak, nincs könyörület. Főleg, amikor ugye most besározták a teniszt, hogy ugye sokan dopingolnak, meg... Ja nem, az Buda botrány volt, az nem botrány volt. Na, ki hozott virágot? Neked mi a franciároztunk volna? Hát nem, és egyébként meg nincs megint. Egyetlen egy Zoltánunk sincsen, úgyhogy nem tudom, hogy kinek ma nemzetközi nőnap van. Tapsoljuk meg a nőket! Ma van! Én éreztem, hogy egy picit más tudatállapotban keltem fel reggel, de nem gondoltam volna, hogy ez azért van. De Anna fogadja a virágokat, nézzek, hogy jön és mondja, hogy fogadja a virágokat, tehát lehet elővarázsolni a kis tulipánokat, és minden más. Kere, valaki megöröl, húzzunk sorsot. Na, még egy laps, boldog megérdemlitek azért. Te számítasz ilyenkor arra, hogy fölköszöntenek? Hát, bevallom, nem. Nem, de gyerekek, nem, 8 vagy 9 éve dolgozunk nem, együtt, hát mire számítana tőlünk? Hát már nem érted. De nem tőlünk, hát a másodon. Ja, Peti biztos vesz valamit, nem? Hát de nagyon Tuti. Korában ő még alszik, hát most érted. Nem. Na jó, szerintem a Peti nem biztos lesz valami, nem? Nem vagyok annyira. Már sorban áll a nagyban itt. Letudjátok az évi egyet, vagy valami lesz, nem? Igazad van, kitipáljuk. Egy veszélyi hírét. Vödrös savanyúságot a lehelem. Egy valami. Az jó, egy jó kóvió, mint a az. Egy jó almapaprika. Azaz, egy jó káposzta. Nem különös ebben érdekel, egyébként volt már köszöntés reggel, tehát, hogy már kaptam kis ajándékot, kis csekésig, már itt lapul a táskámban. Na! De igen, hát akkor mégiscsak volt valami. Volt persze, de nem nagyon, tényleg nem érdekel annyira. Ez még karácsonyra semmi, csak elfelejtettem. Csokit kaptam, igen. Na hát ez aranyos. Persze. Majd a kis édes ez a Peti. Persze. Ez aranyos, ez jó. De nem a Peti. Ja, szeretném. Mástól kaptam, persze. Komolyan? Itt között hozzá. Mit szólt hozzá, Peti? Valamelyik portás fiútól? Nem, mástól. Maradjon az én. Egy kis mástól. Jó, hát ilyenkor vigyázni kell, hogy az ember lenne bukjon aztán, érted? Hát én most elmondtam egy rádióba, egy országos rádióba. Valamelyik hallgató? Igen, egyik hallgató. Ajándékcsomagért csinálta, vagy? Nem, ezt ő magától. Miért nem feltételezzük, hogy csomag nélküli szeretik az Annát, érted? Ezt én sem tudom, de azért feltételezhetnénk. Miért ne feltételezhetnénk valamit, ami lehetetlen? Jó van, szóval kaptál ajándékot. Kaptam, igen, nemzetközi Zoltán napon. Zoltántól. Pék Palitól, vagy Fugarék-Zolitől. Zoltántól, igen, kaptam. De ezt titeket ne feszélyezzen. Tehát nem, tök nyugodtan jó. Semmit. Nem érdekes, tehát itt most 5 palival ülök, de nem 6-tal, mert Ákos is. Nem érdekes. De mi azért megtapsoltunk téged és a nőket, mindenki. Még egy tapsot a nőket. Így is van. Mikor kaptál utoljára ilyen tapsot? Semmi, nem kerül semmi. Nyomjál még egyet. Hát a Viktor legalább 30 másodpercig vágta ezt a tapsot, érted? Jaj, köszönöm. Ez ma nőnapi, ez nem ugyanaz, mint ami tegnap volt. Ez egy nőnapi taps. Ezt most vettétek fő reggel, cukik. Jó, van puszi neked, Anna. Menj vissza dolgozni. Megyek, teszem a köszöntéseket. Na mutatjuk, mi történt. Ja, nem. Mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Mert hogy ugye Jani 9 óra után megosztotta velünk egy nagyon érdekes álmát, és ezt most mi újra megmutatjuk, hogy János álmodott valamit, és ugye mindenki álmodik, álmokról kezdtünk beszélgetni, és aztán egész érdekes dolgokra jutottunk. Egész érdekes dolgokat fejtettünk meg, úgyhogy megmutatjuk. Ma este már nem jött össze. Ma este már nem jött össze. Már nem tudtam is. Megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Közben lehet jelentkezni játékra, ha valaki játszana, akkor írjon nekünk SMS. Mi volt tegnap? 1-0-ra vezetünk. Ja, behúztuk tényleg. Behúztuk. Lendület volt. Volt bennünk vitamin. Lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jelenlét, rendőri jelenlét Pápa és Takácsi között a 83-as úton. Kicsi Krisz küldte nekünk. Az M0-as megyeri híd felüli M3-as centrum felé baleset, lehajtó egyelőre zárva.
Ez egy kicsit bonyolultam volt megfogalmazva, nem, de... Aha, nem baj, érthető. Nem baj. Na, mi újság van? Minden? Semmi, csak figyeltem, hogy híreket, hogy Ákos, hogy hajtani kell be puszi jegyekre. Már megvannak azok, azért kellett beolvasni. Nem tudom engem, hogy Nickelbacktől a hideg ránc. Tehát nem nézem tele lesz a csarnok, meglá, persze. Gyönyörű, 30-as nő. Figyelj, állítólag élőben szenzációsan jók. Tehát, igen? Hogy ott még előgye, hogy ez egy nagyon tökös kis rockzenekar volt valaha. Valamikor nagyon régen. Nem csak a tling-ling. Ákos fejből mondja a híreket, vagy olvas? Ez Dave kérdezi komolyan, lehet, ezt nem kérdezed komolyan, Dave, hogy leül valaki, és negyed órán keresztül fejből mond dolgokat. Megtanulj egy szóról. Kivéve Ákos. Igen. Még itt 6-kor biflázz egy kicsit, magol, és utána leül és fejből mondja. Ne, nyilván olvassa természetesen. Jó, most elsőnek persze Nickelbackes hírt. Biflázta be szóról szól. Igen, hogy meglegyenek a jegyek. Na nézzük meg, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, Morning Show! Hello! Hello! Szia! Hello! Ja. Hogy hívnak? Andinak hívnak, Ambrus Andinak. Honnan hívtál minket, Andi? Hello! Dunakeszin lakom, de most már munkába tartok. Na, merre mész? Mit fogsz csinálni? Hol dolgozol és mit csinálsz? A 13. kerület Forgács utcában vagyok, személyi asszisztens és titkárság vezető. Ó, hát egy remek hangú nő, aki személyi asszisztensként mondasz, dolgozik. Mondasz, hogy főnök, hozhatom a kávét? Az reggelre már az asztalán van, amikor bejön. Istenem, hát nekem miért nincs itt egy ilyen bársonyos hangú kis asszisztens? Csak ilyen kemény nők vannak itt, mint az Anna. Bejön, rendet vág, kirohan. De hogy miért nincs? Anna tündéri volt. Le a kalappal előtte. Aztán sokat változott. Persze, régen valamikor az volt, így van. Nem, most volt az reggel. Aranyos, kicsit kemény, de hát őt ezért tartjuk. Ráúszítjuk bárkire, akire kell. Andi, na kivel szeretné játszani? Hát mind a hármatokat nagyon kedvelem, de igen, Balázs, te vagy a szívem csücske. Nyilván, megértem. És én azt gondolom, hogy ez egy tökéletesen jó döntés és jó választás. Tehát, hogy Balázsral szeretnék játszani. Értem, hogy mindenkit szeretsz, de értem, hogy engem a legjobban. Tehát, hogy ezzel semmi baj nincs, ez maradjon csak sokáig így. Annak ellenére, hogy ettől függetlenül én nem tudok könnyörületes lenni a játékban. Tudom, tehát. Jó? Na, mehetünk? Uh-huh. Így van, de Balástól még a büntetés is és sokkal nagyobb élmény, mint Feritől. Elnézést kérek, ne törődj velük, Andi. Elharagudjatok, fáj egy kicsit, hogy engem választott, úgy érzitek, hogy most ezzel valamiféle fizikai fájdalmat okozott nektek, mert hallok a hangotokban némi irítséget, hogy Andi egy ilyen bársonyos hangú, kedves, aranyos, személyasszisztens engem választott. Virtuális kávé már a te asztalodon is felnőtt. Nézzétek. Bárkit választhatok. A kutyafáját, hát mégis hát engem választ. És így alakul. Mehetünk, Andi? Igen, és szeretném, ha te kérdeznél. Ajaj. Azt a mindenségét neki, hát miket tudnék kérdezni, ha nem figyelne ennyire az NMHH. Na figyelj. A fönmúgy a fésen. Igen, indulhatunk, Jani? 3, 2, 1, fire! Indulhatunk, mehetünk. El is indultunk. Andi, miért engem választottál? Mondd el nekem. Nagyon régen egymás mellett haladtunk az autóval. Voltak éppen egy filmbemutatón vettél te is részt, és én is. Hol, miben vettünk részt? Egy filmbemutatón. És mentünk egymás mellett az autóval, igen? Igen, nagyszerű volt mind a ketten, de előbb a Balázs. Előbb én mondtam ki, tényleg a rohadt életbe. Ezt jól bebuktad. Nagyon szép volt. De király volt. Istenem, hát magával ragadott a sztori. Szép volt, Andi! Úgy vagy. Nem ittam még meg a reggeli kávémat. A kávémat még nem ittam meg. Balázs, azért befejezem, mert ez nekem akkora élmény na, volt. Hát most már fejezd be, mert remélem nem úgy lesz vége a történetek, te nagyon túrtad az orrodat. Igen. És egy kínos lámpára letoltad a gatyádat, és oda nyomtad a szélvédőt. Nem, ő hátul ült, én mellé értem a kis autómmal. Hátul ültem. Átintegettem, dobtam egy puszit, és visszaintegetett. Azt a minden, és akkor úgy érezted, hogy ott elindult valami? Hogy bármi lehet.
Az mi, az igazság, hogy én mindig is szerettelek, tehát mindenféle vetélkedőt, amit te vezet, az én a szigorúan nézem. Arra, hogy egy picit lejjebb húzom a srácokat, mondjad, Andi, itt vagyok, figyelem. Én a szigorúan nézem. És mi is kiült elő? Tehát én hátul ültem a saját autómban? Vagy vittek? Vittek, téged vittek, és te hátul ültél jobb oldalon. Sofőr szolgálat. Sofőr, akkor nem lehet, hogy a filmben mutatóról jött már. Magamnál voltam. Magamnál voltam. Nem, mert a moziba italt nem szolgáltak föl. Hát neked, na de Balázsnak. Valószínűleg baráti társasággal lehetem, mert akkor ülök hátul, ha többen megyünk, akkor mindig bevállalom, hogy ülök hátul, ha egy autóval megyünk. De olyan helyes voltál, visszaintekettél. Ő mindig ilyen. Andi, nézd, most ugyanilyen helyes vagyok. Tehát, hogy sokkal helyes. Nem tudom, ez mikor történt, de azóta csak sármosabb lettem, ez kell. Annyira helyes. Hát ez már nem most volt. És képzeld, mi minden reggel ezt látjuk. Ezt a helyességet. A Karib-tenger kalózait néztük meg egyébként. Az biztos, hogy nem te voltál. Isten, utálom Johnny Deppet, az nem én voltam. Össze, hát nem lehet, hogy Kasubel Szilárd ült átsülésen és vele kevesz. Nem, Balázska, te voltál. Én voltam. Jó van, ha látlak, akkor megint integetek, jó? Köszönöm. Integes te is, és integetek én is. Jó? Rendben van. Puszilunk. Ciao. Én is titeket. Szép napot kívánok nektek. Neked is. Szia viszont. Ciao. Sziasztok. Hello. És kiderül, hogy semmi nem igaz, csak legombolunk egy ajándékcsomagot. Beteket, becsavart, levett az ajándékcsomagot, és semmi. És most elmondja már, hogy nem volt integetés, nem asszisztens, nem ilyen a hangja igazából, kicsit beteket, megforgatott, vitte az ajándékcsomagot, és kész. Igen. Na, ezt is benyaltátok, most udvarolok egy kicsit a bocskorinak egy ajándékcsomagot. Le kell tennem 7 óra után a Music FM-et hívom. Átkapcsolják, és pont akkor kapcsolnák oda, hogy Kis Gábor, mentél egy filmben mutatóra, nem, az Andi nem volt. Igen. Ott. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után 9 perccel egy remek kis huligánc után. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Így van, végre egy jó kis Kozsó írja valaki, végre Beethoven, egy jó Spice Girls, végre egy Ossian. Hát gyerekek, ebből már hagyomány lesz. Elhangzik egy jó zene, és utána a többiek kommentálják. Na, mielőtt közlekedési híreket olvasnánk, gyerekek. Persze, gyere. Gyere. Fura hangzik a teszem. Gyere, Juli. Gyere, Juliska. Nem, férfi társaimnak szeretném elmondani. Hogy? Hogy ne felejtsenek el virágot venni a szerelmüknek. Ezt nem te várjál, vagy. Virágot venni a szerelmüknek, és ne hagyják ki a feleségüket sem. Így van. És tessék odafigyelni. És az asszonyt is lepítek meg valamit. Virágot venni a szerelmeteknek, és az asszonyt is tessék meglepni valamivel a rohadt életben. Mégis csak nőnap van, a kutya fáját. Nem, tényleg így van, én utálom a nőnapot egyébként. Na, de ha tudok amellett kampányolni, hogy a nők kapjanak egy szál virágot, szívesen teszem meg. Mm. Azzal nincs baj. Azzal egy kicsit nekem ez erőltetett, hogy most kell vennem veszek, de ennek de legalább ma vesznek, és ha 5 nővel több kap ma virágot, akkor megéri egy kicsit kampányolni, hogy ma nőnap van, úgyhogy tessék virágot venni. Szegény Zoltánok el vannak nyomva. Most senki nem beszél róluk, mindenki a nőnapról beszél. Hát, igen. Szörnyű lehet, az nem? Az Zoltán most begubozva egy sarokban kicsit pityeregve, a fal felé fordulva sírdogálva. Na jó, nem. Erikát. Nem. Zoltán Erika. Tényleg, Zoltán Erika ma 2 virágot kap. Boldog nőnapot, és boldog Zoltán napot. Melyiket adjam először? Tényleg, Zoltán Erika egyedüli nőként kap ma 2 darab virágot. Zoltán is, és Erika érdemli. És meg is érdemli. Ő a legszerencsésebb nő. Na, szóval, hogy virágot minden nőnek. Tényleg, megérdemlik. A nőnapot én sem szeretem, viszont a virágárusokat igen. Igen? És én miattuk nagyon szeretem ezt az ünnepet. De ilyenkor azért veszel nagyon kellemes. Én mindig szorongok, amikor virágárushoz kell mennem, képzeld el. Én olyan én a leghülyébben rájöttem, hogy virágárusok boltban érzem magam. Ahogy az, ami csomagolnak, hogy amennyit vársz, nem ismerem a virágokat, megkérdezi, mit kérek, azt. Vágott vagy cserepes, mondom, adjon valamit aranyom, ami... Ezerért adjon valamit. Az a cellofán mibe csomagolja, tegyen emellé papírt, mit tegyen, zöldet tegyen emellé, ott egyik lábamról állok a másikra. Én annyira szenvedek a virágüzletekbe, hogy ezt nem tudom elmondani. Ilyen iszonyom van a virágüzletektől. Csak papír. Uh-huh. Csak papír. Nem mondd már. Cakcigi.
Tehát csak papír. Az átlátszó nájlon, ahogy mondják felég. Nem, a papír az ugye kiveszed. Mi? Nem környezetudatos, a cellofán. Ja, azért. A cellofán, de én például azért jobban szeretem, hogy hamarabb túlesünk rajta. Látja, hogy ja, nem kell kicsomagolni. De a papírból is kiveszed, tehát úgy adod oda, úgy illik. Ugye, hogy, na hát ezért fölösleges a cellofán. Tök fölösleges a cellofán, és akkor mindig beáll elém valaki, aki valami élete csokrát készíti el, és ez a 4 zöldet, 6 masnit, 8 cellofán, 4 díszítés, tudod, és egy 3-4 órát vársz, vágott legyen, vagy pedig, igen, de akkor évelő legyen, mert akkor jövőre is lesz. De nem szoktál ők észrevenni? Szereti a szárasságot? Nem szereti a szárasságot. Árnyékos helyen kell tartani? Nem. Akkor mi legyen? Egy kis zöldet tetszene? Nem, szerintem az a zöld nem annyira. A kicsit temető. Igen, és a végén köttet magának egy olyan esküvői csokrot 60 szárózsából. Nem, a végén 100 szegfű. Igen. Fél óra volt. Ez nagyon szockos. Akkor inkább legyen a tulipán. Csináld már meg, közd már meg, legyen, adjatok csak egy szálvirág, hogy adjatok és hadd menjek. Én ezt szörnyen szűkölök virágboltba egyébként. Nem tudom miért, hogy ennek mi az oka, de nagyon-nagyon tudok szűkölni. Kész csokor. Bemész, ráböksz, azt szoktam a legegyszerűbbet. A kaspós, egy szár, nem vágott, nem szeretjük, elhervad, adjon valamit aranyom, azt már ott sem vagyok. Valamit gyorsan. Kaspós. Igen. Igazából ma nemzetközi Zoltán nap van, de megengedjük a nőknek, hogy ünnepeltessék magukat, ez Zoli írta nekünk. Rendesek vagytok. Igen. Az összes Zoltán egy köcsök. Véletlen nem egy nőnapra esik a nevük, nem inni. Valaki kicsit túl gondolta ezt a dolgot. Igen. Boldog nőket minden férfinak. Hát ezért tessék nekik virágot venni, gyerekek. Ezzel magatoknak tesztek. Jaj, hányan hallottak már, hogy akkor biztos, mert most az nem az egy napon hozol virágot, akkor biztos valamit elkövettél. Nincs olyan nő szerintem, akinek most virágot veszel, és beleköt ilyen abba, hogy most virágot kapott. Hogy nem, annak nem a nő örül. Ha kicsit ki is van ez most erőszakolva, akkor is azért annak a nők örülnek szerintem. Ugyan. Nem? Nyilván. Én ma biztos viszek neki valami sütit. Azt gondolom. Ja, az a biztos vagyok. Megnézem, hogy egy szárózsával kecsőz haza. Jó, de neki is ízlik. Mi lenne, ha idén olyat vinnél, amit ő is szeret? Olyan sütit. Ugye? Vagy azért még van eredeti. Nagy a baj. Tetszik az ötlet. Vigyél olyan sütit, aminek idén ő is örül. Na, azt mondja, hogy Richelé írja, ma van a névnapom, ez nekem olyan édeskeserű nap, olyan, mint az ember születésnapján kellene proktológiára menni. Richelé küldte nekünk. Én ma Zoltán napot ünneplek, boldog névnapot kívánok Zolinak. Bumbi küldte nekünk. Jó, gyerekek, azért nem, most nem tudunk átmenni egy ilyen személyes üzenetek órájába. Arra ott van Mákata, de... De tényleg, tehát most elindult egy ilyen kikinek kíván boldog Zoltán kontrakt boldog nőnapot. Mi mindenőt fölköszöntöttünk. Nálunk van Zoli? Így ezzel most én elárultad magad. Nincs. Nincs most Zoli? Hát itt most legyen. Zoli? Hozzak akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Akarsz Zoli? Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedési híreket, jó? Egyetértetek velem? Igen. Persze, hajrá. Csatlakoztok? Mehetünk. Aha, mehetünk. Törökszentmiklóson a rendőrség előtt lézersóval vigyázom mindenki. M3-as 147-es kilométer Budapest felé egy kamion letarolta az elterelő táblákat. Lassú a haladás. Aztán Szeghalom, a rendőrség előtt baleset. Hátsó kocsi megtolta az előtte lévő teljes útzár, terelik a forgalmat. Mindenki vigyázzon. Az M0-as Megyeri híd felüli részén, az M3-as részénél a centrum felé baleset a lehajtón, ami egyelőre le van zárva. Hatóság útkezelő már a helyszínen, talán megnyitják, vagy körbe kerültetnek mindenkit, úgyhogy figyeljetek. Debrecen és környéke erősen ködös, Dudi küldte nekünk, és Bécsnél vagyok, izomból szakad a hó. Azt a mindenit neki. Izomból szakad a hó. Oh. Akkor az erre jön? Az ezek szerint. Így van. És nagyon szépen köszönöm a nekem szóló üzeneteket. Aranyosak vagytok, hogy felköszöntetek. Boldog nőnapot, Balázs! Nagyon figyelmesek vagytok, igazán jól esik, hogy gondoltok rám. Köszönöm szépen. Én szeretem, ha én is eszetekbe jutok. Én komolyan mondom, szeretem. Viszont egy nagyon picit hadd üzenek már, úgyis annyi pénzük van a sztárműsorvezetők elcsábítására, hogy a TV2-nek, hogy investáljanak már bele, legyenek kedvesek egy új kanapéra. Tényleg a Pac-Man. Nem a Pac-Man miatt, vagy Pac-Man miatt, hogy. Pac-Man Peti. Hogy tényleg, mert szegény basszus már hónapok óta kínlódik ezen a nyomorult design kanapén. Nem vehetsz magasabbat, mert a többi műsorvezetőnek, aki vagy, ha van még, én egész életemben libikókáztam. Mindig, nézem a pakmant, én izgulni kezdek, hogy leesik. Igen. De komolyan, tehát elfog a szorongás, hogy ő most lecsúszik, mert a végén ül ennek a kanapénak, ugye, nem tud máshogy ülni, mennyire hosszú lábai vannak, és mindig attól félek, hogy egyszer csak lecsúszik. Tudod, amikor egy nyomorult ülsz egy társaságban egy széken, megbillen a párna, és leesel. Fél szörnyen látszik rajta, hogy feszeng, ráadásul kapaszkodik állandóan a szél,
szélébe, annak a kanapénak nem megy, egyszerűen nem, hát hogy túl magas ember ehhez. Ráadásul most felvette ugye a régi fellépő ruháját a Tillának is, ahogy látom, az zakó az nem az ővé szerintem. Tehát, hogy csak elcserél, rossz öltözőbe ment be. Rossz öltözőbe ment be. De ami nem jó a Pakmannak, az nagyon jó a Demcsáknak, ahogy ül közben. Igen. Tehát, hogy magunkkal ne szúrjunk ki, magunkkal ne szúrjunk ki, mert most vesznek egy másik kanapét, ja, és akkor Zsuzsi azon meg nem tud így akkor ülni. Nem új kanapét, hanem a Pakmannak szoknyát és tűsarkú. Hát nem jó, hogy még magasabb lesz úgy. Azért nem, az nem akarnék belenézni a Pakman blendébe egy mini szoknyával. Tehát, maradjon inkább, maradjon farmer van. Na, jól van. Elkezdjük akkor a 7 óra utáni témánkat? Igen, is. Szerintem mindenképpen. Miután boldog nőnapot kívántunk minden nőnek? Ez az, tapsal együtt. Jól van. Gyerekek, lehet? Ennyit most lehet? Ez nem a gyengeséggel, hogy most boldog nőnapot kívántunk. De ez az. Igen? Ez az. Boldog nőnapot minden nőnek. De nem lehet, hogy ezért valaki majd feljelent minket kényesúlyozatlan tájékoztatásra? Én el tudom képzelni, zivataros időkezek. Most nőkkel vagyunk elfoglalva? Zivataros időkezek, János, zivataros időkezek. Lakossági bejelentés alapján túlnyomó többségben, igen, a női hallgatóknak kedveztünk. Tapsod a zoltánoknak is. Tapsod a zoltánoknak is, kiegyensúlyozott tájékoztatás miatt. Véget. Csak azért is. Észak-Korea, gyerekek, erről akarunk egy kicsit beszélni. Nem sokára felhívjuk Nógrádi Györgyünket. Régen volt adásban, hogy megmondjuk, illetve megbeszéljük, mit csinál ez az elmebeteg. Mert hogy ugye megelőző atomcsapással fenyegetett Fenyán az Egyesült Államokat és Dél-Koreát. És ők azért kaphatták ezt, ugye, mert hogy közös hadgyakorlatba kezdtek a térségben. És az egyik célpont a Dél-Korea elnöki palota, a másik pedig a washingtoni fehérház lesz. Emberünk ugye nem normális, ezt lehet róla tudni. Tehát ezt ezért tudjuk róla, hogy mindenki, aki az ő környezetébe kerül, az előbb-utóbb elpatkol, kivégzik, mindenféle konkurenciát elsesz láb elől. Nem tudjuk megkérdezni, hogy megerősítse ezt a diagnózist, amit most felálltunk, mert már nem él valószínűleg. De ez mit jelent, hogy megelőző atomcsapás? Tehát nekik volt néhány kísérletük, ami nem sült el túl jól. Közben elképzelhető, hogy ott van egy táska, benne 3 darab kulcs, és Kim Jong-un pedig járkál ezzel a táskával, hát és lehet, hogy csak kilő egy atomrakétát, azért kevésbé lehet komolyan menni szerintem. Nehéz komolyan menni, de az tény, hogy nekik vannak már nukleáris robbanófejék, ez már egy sokkal régebbi történet, most itt a legutóbbi történet az arról szólt, ugye, hogy ők elviekben kísérletet folytattak, egy balisztikus rakéta kísérletet folytattak, ők azt mondták, hogy itt arról van szó, hogy ők egy műholdat szeretnének a világűrbe jutatni, ami aztán állítólag később oda is jutott, ahova szánták. Hát igazi hír ugye nincs, mert az amerikaiak azt mondták, hogy valami változott az égbolton azon a területen, igen, ahova ők, a fiúk szánták a műholdat, de nem biztos, hogy az. Egyel több van. Igen. De mi? Az még akár az mi is lehet. Igen. Most, hogy van az, hogy merre tud lőni? Nézzük meg csak kicsit a térképet, nézzük meg, hogy tud lőni. Ugye nagyjából tudjuk, hol van Észak-Korea. Tudjuk, hol van Észak-Korea? Igen, így tudjuk, hol van Észak-Korea. Hogy van az? Nigéria, Norvég. Mondjuk fölöttem átrepül egy atomrakéta, de tudom, hogy nem én vagyok a célpont. Hagyom elrepülni, vagy nekem kötelességem megpróbálni leszedni, és ezzel mondjuk a saját fejemre zúdítani akár a rakétát. Vagy ha mondjuk, ugye, ha Japán felé lő, akkor a japánoknak kötelesség azt azonnal lesz. Szerintem, hogy nem szólunk bele, nem mi vagyunk, és végignézik, hogy elrepül fölött. A japánok durcásak lennének szerintem, hogyha az ő légterükben elrepülne hirtelen egy nukleáris robbanófejjel. Tehát azt akkor ők leszedik. Igen, valószínűleg leszednék. A másik irányba hova tud lőni? Hát, hogy Kína sem annyira örülne neki szerintem. Kínán keresztül tud lőni. A kínaiak azok egy viszonylag morcos nép, hogy arról van szó, a területeiket. Putyin ugye azt, megint nem az a típus, aki így azt mondja, hogy menjetek nyugodtan. De egyébként egy ilyen kisebbségkomplexusos, ilyen kis Hitlert a világban, valaki egyébként komolyan vesz, hogy ő tényleg pillanatok alatt megsemmisítetni saját magát azzal, hogy az Egyesült Államokra és Dél-Koreára atomot lő ki. Hát jönne a válaszcsapás, és vége lenne az országnak. Ezt nem hiszem, hogy ez valódi fenyegetés, nem? Ez egy kicsi, amikor a kiskutya így ugrál, és így megpróbálja belekapni a nagy kutya szőrét. A kiskutyának van egy pár tucatnyi nukleáris robbanófeje, tehát hogy azért valamennyire komolyan kell venni, pont azért, mert ő egyébként ezt az egészet valószínűleg azért csinálja, hogy komolyan vegyék. Ha. Mert hogy egy ilyen Napóleon komplexus. Valószínűleg ez lenne. De kockáztatsz azzal, hogy ezeket mondod, hogy te ki fogsz lőni az Egyesült Államokra egy atombombát, amikor tényleg az a hozadéka, hogy egy másodperc alatt az egész országodat eltörlik a föld felszínéről? Kicsit olyan, hogy mint hogy ennek az embernek teljesen mindegy lenne. Mi? Csak vele foglalkozni. Igen, van biztos egy nagyon jó kis ellátott bunkere valahol, mit tudom én, 200 méterrel a föld alatt, ahol ő nagyon jól átvészelhetné az elkövetkezendő néhány hónapos időszakot, aztán hát
a többi megmegy a levesbe. Aha. Ez na, mindjárt. Mindjárt megkérdezzük a mi drága Nógrádi Gyuri bácsinkat, hogy mondjon nekünk erről. Valami itt van már a vonalban. Nógrádi György, jó reggelt kívánunk! Szevasztok, mielőtt kezdjük a műsort, két megjegyzés. Egy, most kaptam egy SMS-t Fennyámból, hogy ha válaszolok, rögtön megölnek. Ja, igen, mi vagyunk a harmadik célpont. Igen, aki fölhívott, hogy szerepeljek, a hölgy megint sokkal szebb, mint ti, de egyébként válaszolok. Amit eddig elmondtatok, eddig jó volt, de néhány megjegyzés. Jó, de hát hogy állunk, tanár úr? Hármas, kétharmad, megyünk a négyes felé, görbül. Tehát... Hát, de vita indítom... hármas jó indulattal. Jó, na, és akkor kezdjünk el a tételről beszélni. Jó, oké. Okay. Rendben. Hat oldalú tárgyalások folynak. Erről hosszan kéne beszélni. A hat oldalból Oroszországnak nincs a térségben komolyabb katonai ereje. Japán bejelentette, hogy minden, amit átlőnek fölötte, azt lelövi. Zárójel, eddig nem lőtte le. Japán bejelentette, hogy megnövelte katonai kiadását, és ha lesz Észak-Koreának atomfegyvere, másnap meg is lesz. Észak-Koreának van, Japán ezt nem csinálta. Dél-Korea retteg, mert ti ugyan nem mondtátok, de az észak-dél-koreai határon fölépítették a világ legnagyobb víztározóját, hogy idézőjelben, ha műszaki hiba van, elöntik Dél-Korea jelentős részét. Tehát nagyon szemétül megy ez az egész. Következő megjegyzés. Dél-Korea azt mondta, hogy hajlandó adni élelmiszert, kőolajat, pénzt, csak ne fegyverkezzen, Észak fegyverkezik. Én azt szoktam mondani, hogy Észak-Korea a világ második állama, az első volt Frigyes Vilmos Oroszországa, ahol nem az államnak volt hadserege, hanem a hadseregnek van egy állama. A másik, azért egyet tisztázunk, minden évben van egy amerikai-dél-koreai közös hadgyakorlat, és minden évben ugyanezt a cirkuszt eljátsza Észak-Korea. A probléma az, hogy nem lehet tudni, hogy ezt a tényleg nem normális vezetőt mikor kell komolyan venni, és mikor nem. Kína jelez, de ha kell, bemegy Észak-Koreába, és elfoglalja a rakéta kilövő helyeket. A kérdés csak az, hogy bemegye, és nem lesz késő. És az utolsó, Észak-Korea szentül hiszi, hogy neki csak egy országgal kell tárgyalnia, és az USA. Az USA viszont titokba tárgyalt Észak-Koreával, de nem tudtak megállapodni. Április végéig tart a hadgyakorlat, addig bármi lehet, minden évben ugyanezt a cirkuszt eljárták, eddig az emberiség hál' Isten megúszta. De elképzelhet, hogy valójában lőni akar? Te egyáltalán biztos, hogy neki van atomfegyvere? Az, hogy van atomfegyvere, az biztos. Jelenleg számára az egyik legfontosabb, hogy exportálja ezt a technológiát. Zárójel, ő adott el ilyen technológiát többek közt Iránnak, tehát nagyon sok helyre, hogy fölhasználná, kicsi az esélye, annyira ostoba nem lehet. Az, hogy a népét megsemmisíti, szerintem ez nem érdekli, de hogy ő is meghal, és elvész a hatalma, az igen. Tehát amit egyszer Willy Brandt mondott, hogy aki először lő, másodszor hal meg, tökéletesen igaz Észak-Koreára is, a világ egyik legutolsó mocskos diktatúrája. Ez egyébként hogy kell elképzelni? Tényleg van ez a filmekben sokszor látott kis táska, egy darab kulcssal, egy indítókóddal, ami valószínű az ő kis szobájában be van zárva egy ilyen kis szállodai szépszerűségbe, és ő azt mondja, kiszedi, berakja a kulcsot, és el tudja indítani? Nagyjából ez lehet a menete? Gyakorlatilag arról van szó, hogy a katonai vezetés retteg tőle, mert a katonai vezetés döntő részét már kivégeztette, beleírta a nagybátyát. A kulcs azt jelenti, hogy az amerikai elnöknél van mindig ilyen kulcs, és az orosz elnöknél ez adott esetben most Putyin. Ugyanilyen táska, vagy mindegy, minek hívott kell, hogy legyen az észak-koreai vezetésnél, ezt ő leadhatja a katonai felső vezetésnek, ha bízik benne. Szerintem nem bízik, tehát adott esetben kiadhatja az utasítást arra, hogy azonnali atomcsapás. A probléma számomra az, hogy a világon mindenki beépült mindenhova. Észak-Koreába beépülni gyakorlatilag lehetetlen. Tehát a világ hírszerzései nem rendelkeznek pontos infóval, hogy ez az őrült mit csinál, ezért mindenki Kínától várja az információt, mert Kína van a szomszédban, Kínának van vele csak nem 500 kilométeres közös határszakasza, és az a vélemény, hogy oldja meg a problémát Kína. Kína viszont azt mondja, hogy nem kell neki ilyen mennyiségű képzetlen ember, zárja a határait, ezzel a diktátorral nem tud mit kezdeni, plusz a kínai gazdaság sem működik olyan jól, mint pár évvel ezelőtt, és abszolút elege van Észak-Koreából. Az észak-koreai diktátor pedig kihasználja azt, hogy vele szemben nincs egység.
Hát ez egy izgalmas helyzet. Az, nagyon azért, főleg azért, hogy senki nem tud ezzel az országgal mit kezdeni. Tehát például az Egyesült Államok milyen tárgyalási alappal ül le Észak-Koreával? Tehát, hogy nincs az, hogy oké, gyerekek, nagyon aranyos a diktatúra, nagyon aranyos, hogy van atomfegyveretek, de én meg az Egyesült Államok vagyok. Tehát, ha bármit csinálsz, akkor egy másodperc alatt el tudlak tüntetni a föld felszínéről. Így nem ülhetnek le? Leülhetnek, csak van egy probléma. Jelenleg a világ egyik legnagyobb hadserege az észak-koreai hadsereg. Ezek mennyiségi és nem minőségi adatok. Az amerikaiak alapvető célja egy koreai egység lenne. A kínai válasz az volt, hogy legyen koreai egységű, elfogadja, de ne nyúlja le Dél-Korea Észak-Koreát, ne jöjjön be a Pentagon és a CIA, és ne a dollár határozza meg Korea jövőjét. Zárójel, azért egyet tisztázunk így magunk közt. Egy egységes Koreát a világon senki nem akar, mert ha Korea egységes lenne, ez egy olyan komoly középhatalom lenne a térségben, amely már veszélyeztetne Japán, Kína, Oroszország pozícióit. Tehát papíron mindenki azt mondja, hogy pusztuljon el ez az idióta, a valóságban mindenki azt mondja, hogy ne legyen háború, és húzhatja az időt. Mondjuk, tehát megint más mondunk, és más gondolunk. Mondjuk fura ez a megfogalmazás, ez a Dél-Korea lenyúlja Észak-Koreát, ez olyan, mintha annak idején azt mondtuk volna, hogy az NSZK lenyúlta NDK-t. Ha ezt mondanánk, túl sokat nem tévednénk, mert meg kell mondani, a német bireegyesítés után évtizedekkel az NDK, tehát most úgy hívjuk, hogy Neuen Bundesländer, az új szövetségi tartományok messze nincsenek azon a szinten, ahova tervezik őket. Igen. Pont ezért szerintem, vagy én úgy gondolom, hogy nem kellene tartani attól, hogy ez a középhatalom így rövid, vagy akár középtávon is nagyon sok vizet zavarna, mert valószínűleg a déli részeknek kellene felzárkoztatniuk a tökéletesen elmaradott északi részeket hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Így van, csak ez azt jelenteni, hogy kapok jó pár millió képzetlen munkaerőt, aki olcsó, és ettől kezdve a dél-koreai áru sokkal olcsóbb lesz, mint eddig volt, és komoly konkurenciát jelent Kínának, általában a kis tigriseknek és Japánnak. Tehát mindennek két oldala van, de jelenleg ott tartok. Én mindig azt mondom, hogy egy évvel a német üregyesítés előtt ember nem volt, aki ezt megmondta volna, belérve a titkosszolgálatokat. Lehetetlen megmondani, hogy Észak-Koreában rendszer mikor omlik össze. Tehát olyan új helyzetek vannak, amit nem lehet tudni. Mindkét fél pofátlanul zsarolja a másikat. Még egyszer mondjuk el, Észak-Korea gyorsabban fejlődött, mint Dél-Korea az 50-es években. Az atomkísérleteket Dél-Korea kezdte el, igen, 40 évvel ezelőtt, és nem Észak-Korea. Tehát mi mindig elmondjuk, hogy Észak-Korea milyen hülye, igazunk van, de soha nem mondjuk el, hogy ebbe a válságba komoly súlya volt a dél-koreai politikának is. Még egy kicsit csapongó elképzelés. Mi van, ha mégis megnyomja a főnök a gombot, és elindul? Abban a pillanatban a térségben ott vannak az amerikai egységek, amelyek képesek rakétaellállító rendszereken közbelépni, ott van a japán rendszer, ott van azok az amerikai bázisok, amelyek védik az USA-t, máshogy fogalmazva a szigetekre vannak telepítve. Tehát az, hogy egy ilyen atomtöltet egyedül egy rakétán eljusson valahova, annak kicsi az esélye, de hogy egy légköri atomrobbanásnak milyen következményei lennének, az beláthatatlan. Ettől kezdve nyilvánvalóan a rendszer kívülről elsöpörnék. Ha Dél-Korea felé megy a az gyorsabban ott van. Az igen. Ott az a rövidebb táv. Ha Dél-Korea felé megy, akkor nyilvánvalóan ott van, azért egyet tisztázunk. Korábban 36, jelenleg 24 ezer amerikai katona van Dél-Koreába. Döntően azért, hogy Dél-Koreát védje, a mostani hadgyakorlatokra oda ment 17 ezer amerikai katona. A gyakorlatban részt vesz 300 ezer dél-koreai katona, de még egyszer, ha bevetnék az atomfegyvert, attól kezdve Kína sem tudna kiállni Észak-Korea mögött, mert az egész világ a rendszer elsöprését követelné. Lehet, hogy óriási lenne az ár, és egy főrobbant atomtöltet emberek millióinak okozná halálát. Tanár úr, négyest, adom a négyest. Adom. Azt gondolom, hogy négyes. Voltak hibák, de négyes, beírható. Köszönjük szépen. Dográdi Györgynek, köszönjük szépen. Viszont hallásra, tanár úr, köszönjük szépen. Ügyes volt, nem? Már összeszedett a négyes. Én azt gondolom, hogy ez korrekt. Nálam nem ez az ötös, de én a négyest tudom adni. Abszolút. Egy stabil jó tanuló, azt gondolom. Nem bízhatja el magát. Hát akkor onnan hova lépünk tovább? Hát most egyből ötöst adok így évelején. Fél nyolcan pontosan, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:48 lesz pontosan 2 perc, azt szerintem ezt a dalt egy Casio G-sákkal írták, nem? Igen.
Igen. De ezt most komolyan mondom. Tehát mi, milyen világ ez, ahol Avicii megengedhet magának egy ilyen dolgot? Ő már szerintem bármit megengedhet, ez a baj, és ezt el is hiszi. Ő csak a 80-as évekből vásárol szerintem ilyen 100 számra bakeliteket, és így egymás után nyúlja le a leggázosabb. Mi lett veled? Avicii, hát ezt komolyan mondom. A Pac-Mannek meg az Aztéknek, vagy nem tudom, minek volt ilyen zenéje, Commodore 64-re, nem? Nem, az jobb volt. Na, itt vagyunk, és folytatjuk friss közlekedési híreket, drága hallgatók. Törökszent Miklóson a rendőrség előtt lézersó. Laci küldte nekünk M3-as 143-as kilométerén Budapest felé, egy kamion letarolta az elterülő táblákat, lassú a haladás. Abonyújszász között teljes útzár, teherautó az áróban, ez Kriszta küldte nekünk. Szeghalom rendőrség előtt baleset, hátsó kocsi megtolta az előtte lévő teljes útzár, terelik a forgalmat. Debrecen és környéke erősen ködös, vigyázzon mindenki, Dudi küldte nekünk, valamint az M0-as Megyeri híd felüli részén az M3-as centrum felé vezető oldalán van egy baleset, és ott is dugóra lehet számítani. Koránkelő rendőrök dolgoznak Szentesen a Csongrádi úton, a laktanya felől érkezőket mérik a 70-es útszakasz végén, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Ezt Csoki Guru küldte nekünk. Köszönjük szépen. Végre egy új LGT szám írta valaki. Jó, és az picék még visszajött, nagyon jó. Visszajött Axel hangja. Újra összeállt a Guns N' Roses. Figyeltek, az ilyen jeles napokon, mint például a mai. A virágosok korábban kelnek? Biztos, hogy korábban kelnek. Halnak. És a mosónők korábban halnak, vagy később halnak. Így van. Elfelejtettem mondani, nagy tapsot ma nők. Ez az! Tessék. De szép taps! De szép egy ideig ellenálltál, most már beállsz a sorba, érzed, nem tudsz az ellen menni. De fuha vagy te! Hadd még mertet fikázni 7-1-ben, akkor már ez az, tapsot a nőknek! Tapsot de fuha neki. Vagy te! Ez, hogy te ilyenkor évben egyszer érted, elkezded ezt. Na. Drága férfi társai. Hol van a 100 rózsa, Feri? Fogadjuk, hogy már benn van a fagyasztóban már egy hete. Nem fagyott, jó rózsát nem adunk. Azt a jégkockát tartunk a fagyasztóban, nem? Hát ilyenkor mi már... Tudjátok, mit szoktam mondani? Ja, már odaadtad? Ha persze. Ott volt a konyhaasztalon? Ott, mire ki ér, akkor ott legyen a rózsa. De voltak eldugott kis apró pici ajándékok? Mikróba, kávéfőző. Miért lenne? Egy csülök darab, egy akott krumpli darab. Mindenki tudja, hogy hármunk közül nálatok lángol. Úgy még mindig a szerelem tüzet. Hát én szeretem nem. Ezeket, de nem náluk működik legjobban a PR gépezet, az nem ugyanaz. Ja, hát apukám. Az nem ugyanaz, hogy kinél ángol, kinél működik a PR. Nem, ne nyalereskedjél, az nem ugyanaz. Én nőnap nem szeretem. Én nőnap előtt és hát után nagyon. Hát szerinted nem szeretem, de van valami. Van, biztos, nem. De nincs. Semmi, egy semmit nem kapsz. De nagyon várok rá. Hát nem is így, hogy majd egy kis tapsal kitoljuk a négy szemét. Megérdemlik, a nők megérdemlik tapsot a nőnapnak. Minden nő megérdemel egy tapsot. Kérdezzük már meg a férfiaknak. Egy gyerekek, ennyi jár. Én tudjátok, mit mondok mindig a férfiaknak. Vegyetek virágot a szerelmeteknek, és ne felejtsétek el a feleségeteket. Na, mit olvastunk az egyik bulvárlap címlapján? Hát nem tudom, hogy igaz a hír. Nem én vagyok, nem mi vagyunk. Gönczi Gábor, állítólag gyerekek, Gönczi Gábor tényleg 19 év után otthagyja az RTL klubot, és Azurák Csaba helyére igazol a Tények műsorvezetőjeként, a TV2 új arca lesz. És ez Azurák jön át az RTL-re? Azt helyette, vagy ez egy ilyen helycserés? 3-2-1, most! És egyszerre jelenik meg a Nagy Tétény úton az urák, és egyszerre jelenik meg Gönczi a Róna utcában. Vagy mint a Star Trekben, tudod, ilyen sugár, és és átlőni a két embert. Csak mire megjelenik az urák, a fenekénél lesz a fej, és a Göncinek is pont rosszul teleportálják, tudod, és elfordulnak, és ott áll majd a Gönczi. Gábor, miért vagy ilyen fura? Komolyan mondom, hát most már lassan elfogynak a csapattársak az RTL-ből. Hát milyen világ lesz ez? Ugye a baj az lesz, hogy lassan tényleg mindenkit átcipkáznak, és ott fogsz állni egyedül, és az összes műsort te fogod vezetni. Balázs klub. Hát, átvitték Ábel Antóniát. Ábel Antóniát, hát ugye kezdő. Tényleg? És Erős Anitát. Erős Anitát és Ábel Antóniát. Ne ügye vagyok. Ábel Anitát is elszippantották. Így van. Hát de kezdődött ördög. És most viszik a Göncit. Ördög Nórával. A Róna utcai vákum felszippantotta Ábel Antóniát. És most már Gönczi Gábort is. Hát semmi se szent. Mindenkit elvisznek? Ördög Nórával kezdődött. Hát az egy régi történet. Az, hát régi, de az egy korai szippantás volt. A Nóri egy korai szippantás volt. Aha. De figyelj, az kicsit izgulok. De hogy? Először lehet van melóval.
Hát ha mindent te fogod begyártani, akkor azért ez nem olyan. Nem a begyártás miatt, hanem hogy egyszer majd az lesz, hogy ülök a híradóban és kapcsolom önmagamat az időjárásnál. Balázs, de milyen időjárató honlap? Mivel ható a hétvégére? Tudunk-e menni kirándulni? Balázs, kérdezem magam. Ezek voltak a 7 órás hírek, nézzük az időjárást. Milyen idő lesz, Balázs? Már is és mondom, most, Balázs. És most sport. Kezdődik a tenisztorna, amelyen már Maria Sharapova nem vesz részt, hiszen nem régiben doping végzett. És most jön a telefonos játék. Üdvözlöm önöket, 0-3-643-643, találják hány háromszög van a képen. Köszönjük, Balázs. És most a déli iradó. Üdvözlöm önöket. Szóval hát tényleg ez lesz? Hát, avagy pedig bemész majd az épületbe, és ugye a biztonsági erőkön kívül nem lesz, mert senki és kevegen is. Ho-hú, hol vagytok? Tehát kinyílik majd a liftet, így. Üres lesz. Ho-hú. Itt vagytok? Van itt valaki? Ki? Balázs. Ha! És csak az operator az. Egy operator. Egy operator, és én leszek a nagy tétény székházban. És te írod be majd, ahogy hívják a sugógépről szövegét, de Mária. Utána rohanok, állítok egy kameraképet, visszarohanok, fölveszem, elindítom a felvételt, majd átvilágítom a díszletet a telefonos játékra. És utána már is jön a déli híradó. Megpróbáljuk majd a Göncit elérni azért, hogy erről nyilatkozzon nekünk. Hát nyilván nem ma, mert ez egy friss hír, de a napokban jó lenne, ha Gábor mondaná erről pár mondatot, szívesen meghallgatnánk. Hát. Kedvelem őt egyébként nagyon. Jó srác. Gabi, jó gyerek. De miért? Én nagyon azt nem értem, mert ugye azt mondják, hogy 19 év után. Legalább az aranyolát megvártam. Meg, miért van? 20 év? Szerintem 20 évnél. Te kaptál már? Mióta vagy most az RTL-nél? Arany jó lesz az orrom. Arany jó lesz. Én 97-be kerültem az RTL-hez. Akkor jövőre lesz. Nem, bocsánat, 2003-ban. 97-ben indult, én 2003-ban. Ja, mondjuk más, mert őt annyira megbecsülök, hogy minden évben kap egy aranyolát. Igen, van a falon így egyesében föllógatva. Igen, ez a nagy aranyszejkó, tudod, ami fönn volt anyáinkon. Nem, egy arany tikotány. Tudod, Balázs, az idő és a tikotány együtt jár. Fogad, de sok szeretettel. Ez az arany tikotány órát. Nem lehet, hogy Gábornak ebből lett elege? Itt vagyunk 19 éve, egy órát csak kapnám, Balázs már 20-dik. Mónika az RTL-en, Mónika a TV2-n, Gönci a TV2-n, Trütko az RTL-en. Hát micsoda vándorlás. Tényleg, csak a Mónikát kapkodom. Is elszipantották. Mónika? Igen. Mónika. Na, de akkor ti meg visszaszipantottátok. Kevés, még kapcsoljatok, még egy kis kóra. Nem bírja a gép, nem bírja a gép. Szívjátok. Le fog égni. És így ment át Mónika a TV2-n. És megjelent a Róna utcába. Átjött. Itt van. Itt van egészben. Tehát lehet, hogy működik tényleg egy nagy szívószerkezet a Nagytétényi úton, és egy nagy szívószerkezet a Róna utcában, és aki közel megy, az beszívja, és transportálódik, és kiukad a másik oldalra. Most a Gönci közel ment a Nagytétényi szívószerkezethez, és nem is akart átmenni. És kidobta a Róna utcába, nem is akart átmenni. A Trütko pedig beszívódott, és megjelent a Nagytétényi. Tehát mindenhol van egy ilyen fekete lyuk. Egy ilyen univerzális fekete lyuk, ahol meghajlik a télidő. 24-esnek a hajtóműve. Abból csinálták meg a szívógenerátort. Igen, és mindig kiesik belőle valaki. Csak mindig más kapcsolja be. Váratlanul. Igen, van egy nagy piros kapcsoló a Róna utcában. Igen, mert volt, amikor Marika is véletlen bekapcsolni. Jó, elnézést, csak itt törölgettem, akkor nem tudtam, bocsánat. Hát tudom, akkor nem szippantom át a Mónikát. Mónika, mit csinálni? És úgy érkeznek meg valószínűleg a sztárok, mint a Terminátorban, mesztelenül? Tehát ez elkezdett egy Gönci Gábor, mesztelenül egyszer csak megjelent a Róna utcában. Míg Vujtrutko mesztelenül megjelenik majd az RTL-re. Fölkelnek és elmondja Gönci, mint amilyen találkozik először, nem tudom. Andy Vajnával add ide a motorodat, amikor a szemüveget. Nem azért mondom, hogy tegnap, amikor megjött a Nóri, azért az nem volt rossz, de nézzétek meg most, hogy van az útban. Mi van a gépben, Jósika, mi van a gépben? Itt a mesztelen Gönci Gábor. Nem merek belépni, hallott? A nagy tétény nyújtott, meg ott fekszik Trütko magzatpózba mesztelenül. Elképzelhető, ez így zajlik. Na jól van. Hát igen. Csörögjünk rá. Kire? A Göncire? Szerintem csörögjük. Jó, 8 után megpróbáljuk a Gábor fölhívni. Hát lehet, hogy fölveszi, ennek most kicsi az esélye, de megpróbálhatjuk fölhívni. Hívjuk föl 8 után Gönci Gábor. Hát, ha már az újság megírta, akkor már csak vállalja, hát, nem? Hát, ha tud már valamit mondani. Ilyenkor megfagy a levegő körülötte? Hogy szerinted? Érted? Hogy hideg van? Nem mellette? Nem, hát hogy leírja, hogy lettek egy érzed, hogy hideg van. Hogy Gábor kilép a folyosón, és akkor szerint, hello, sziasztok! Ahogy szokott 19 éve. Kilép a Fókusz szerkesztőségében, nagy tétű, mint sziasztok! Na, és akkor arra gondoltam, hogy jön a... Hello!
Leülhetek ide? Nem, sajnos. Épp végeztem. Nem kell. Nekem mennem kell. További jó étvágyat! Nem hiszem, hát szerintem nyilván erről tudtak, hogy a tárgyalások vannak. A Gabi az egy korrekt pali, tehát én azt gondolom, hogy ő azért ezt úgy intézte, hogy ez korrektül. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ez egy nagy titok lett volna. Kapott egy jobb lehetőséget, és akkor, ha jobb lehetőségként tekint erre nyilván, ő hát nem hiszem, hogy ez most... Hát a híradó elméletileg azért... Azt mondja, hogy az a csúcs. Igen. Tehát, a csúcs a Balázsó tesó, ezt soha ne felejtsd el. Igen. Jó? Attól kérlek, ne bánts meg ezzel, a csúcs a Balázsó. Hogy milyen irányból nézem. A negatív csúcs. Igen, mert ha megfordított a lapot, akkor a mélység magasabb. Igen. Srácok, az RTL kezdte az egészet Pongóval. De tényleg, ott indult. Pongóval indult. Pongó, tényleg. Ott indult el a véres RTL TV2 csata, mikor Pongó először átjött az RTL. Egyébként tényleg, Pongó a Big Brotherből át, még a Stoll konferált, és megjelent a való világban. Hülyeségeket beszélt. Mert akkor tesztelték a szippantót. Igen. Na, ilyenkor játszani szoktunk, de elbeszéltük az időt, úgyhogy játszunk, de 8 óra után. Jó, úgyhogy aki jelentkezni játékra, még egy picit várjon, mert most mi nagyon-nagyon-nagyon figyelünk, hogy pontosak legyünk, úgyhogy Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk egy újabb témával, és mit mond Dóra játékunkkal a hírek után. Sebestyén Balázs nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Balázsó. 8 óra után pontosan 8 perccel vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, a Zoltánok, szegény Zoltánok, majd kicsit elnyomva a szegények. Kivéve Zoltán Erikát. Kivéve, hogy a Zoltán Erikát, aki ma két virágot kap, nyilván egyet a Zoltán névben, egyet a nő, egyet a nőnapra, mert hogy ma a Zoltán napon, de hát kitörődik vele, kitörődik velük szegényekkel, amikor ma nőnap van, úgyhogy Isten értesen minden nőt, megtapsoljuk őket. Megérdemlik. Ha már csak így tudják férfi társaimból kierőszakolni, hogy virágot kapjanak, legalább kapják meg most, ha már a sok férfi magától nem vesz virágot. Tisztelet a kivételnek, ugye? Fej? Ugye? Van, aki rendes, így is van. Ilyenkor viszont nem. De se? Ilyenkor nem. Azt olvasom, hogy ilyenkor nem, igen. Látom, hozzám se jutnak a bulvár hírek, hogy ilyenkor. Igen, hogy a ilyenkor bulvár nem. Hírben az szerepelt, elmondta. Igen, nem, ja, nem tudtam még olvasni, mert elsírtam magam. A születésnapra kapta, de minden. Ja. Hagyjad, nem érdekes. Idézni csak pontosan szépen. Nem, az volt, hogy Rákóczi Ferenc meglepetésen 400 Luffy Juditnak, és én azt hittem, ez nőnapra, és annyira szép volt ez a cikk, hogy én itt bebőgtem, és nem tudtam tovább olvasni, de akkor ez születésnap. Majd felolvasom neked, jó, 10 után. Luffy-t vettél. Nem, fújtam neki. 400-at? Hát nem ennyi volt, 100 volt, de 100 darab Luffy reggelre mire fölébre. De miért 400-ot fel akarták turbozni a hírt? Valahogy. És miért írja a nőnapra? Hát most... Azt nem írja, én nem olvastam el a cikket. Gyerekek, azért nyilatkoztatok már a sajtónak, ti is, ami nem az jelent meg, ugye volt ilyen. Ez igaz. Na, nem, ez igaz. De a Luffy az honnan jött? Szél alakú piros Luffy-t vettem. Egyébként azt írják, hogy nőnapra vette, csak mondom, akkor pered be az újságírót. Azt írják, Pukacs Béti, aki fordult és születést, ami kell így forgalmazó. Szóltam, hogy legyenek kedvesek, hozzanak ki 400 darab. Nem olyan nehéz egy látványos ötletet kitalálni, majd titokban végrehajtani. Rákóczi Feri tett, amikor telefújt a piros léggömbbel az alvú Judit körüli szobát. Hány nő lenne, aki szívesen ébred ilyen nőnapi meglepetésre? Nem én írtam. Úgy csináltad, hogy csak aludt közben a Judit. És hogy körülte, és nem. És ez százszor, ha nem is 400, de akkor is százszor. Nem igaz, hogy nem ébredt föl. Én a nappaliban voltam, ő a hálóban Feri, aludt. Feri, aludjál már, azt nem tudom, hallod. Ne fújtass már! Nem, ezt születésnapra csináltam, és a nappaliban volt a Luffy, ő pedig a hálóban aludt. Még 86. Nem. És közben ilyen hangon volt. Feri, hogy már illult, tudod, a 89-dik, 90-dik, 90-dik, közben visszafújt a Luffy. Ja nem, ez nem volt. Ez más, de... És behajtott a kondát mellé. Mert azt is hozott az mellé. Az igazi és ajándék. Már 8 óra volt. De Feri még mindig csak... Csak szívt a Luffy, csak fújt a Luffy. Mekkora rohadékok vagytok. És közben hát erre gondolj. Igen. Miért gondoltam erre? Hát, mert a Pukkancs Béti utal. Utal a Pukkancs Béti a cikk után, tényleg. Most már megcsinálom a Pukkancs Bétit. 100 darab Luffy. Nem, 100, 400. Születésnapra volt, 100 darab volt, születésnapra volt. Nappaliban volt, hogy Judit bent aludt a hálóban. Jó, és akkor... én eljöttem otthonról dolgozni, és mire jött addigra. Illetve nem tudod kijönni, mert a nappaliban nem fér be. Igen. A Luffy-t. Segre esett az első, és mondta, hogy a rohadt életben. Megmondom már, gyerek játékát, ne tedd már a be. Szóval a rohadt életben. Akkor még nem voltak gyerek.
írták egy. Ja, akkor még nem volt. Hát az akkor üzenjük a borsúsági olyan, hogy pontosan tessék megírni a cikket, mert nem nőnap volt, születésnap volt. Azt a mindenségét neki, nehogy aztán sajtóhelyre összetesszük, hogy nem 400 lupi volt, 600 lupi volt. Te lovagolsz rajta. Hát. Nem, hát én csak most olvasom a cikket, mert lelettem fikázva, hogy reggel tapsolok a nőknek, hogy jaj, milyen puha vagyok. Aztán megnyitom a borsúteret, mit csinálok? Most... Hol érzek lábszagot? Érted? Kivesz 400 lufit nőnapra, érted? És én vagyok lefikázva, hogy tapsot nyomok a nőknek. Igen, hogy ilyen érted? Szánalmas kis tapsal akarod, érted a nőket. Ja, tehát, hát de minden nőnek nem tudok 400 lufit venni. De most akkor én nem szeretem a feleségemet. Nekem soha nem jutott az eszembe ilyen, hogy felfújjak. 50. Én sem fújjak fel 400 lufit. De hát most ez, tehát mások vagyunk. Na, hát mások vagyunk. Hát máshogy vagyunk. Máshogy szerettek. Máshogy működünk. De fújjon minden. Az se baj, ha 400 lufit. Fújjatok, gyerekek. Ne felejtsétek el. Drága férfi társak, vegyetek a szerelmeteknek virágot. És ne felejtsétek el a feleségetek sem, ahogy szoktam, ugye. Ahogy szoktam mondani. Jaj, Isten. Jaj, Feri, te romantikus férfi állat. Te új kigyosi Rómeó. Tulajdonképpen Istenem, disznóhólyagok voltak. Komolyan mondom, és nem meséled el. A stílus. Hogy ez egy borcikkel, hogy ezt megtudjuk, hát komolyan mondom tényleg, hogy ezt nem mondod el. Elmeséltem adásban. Igen? Igen, erről már volt szó, csak... Ja, csak ott 100 volt és virág. És amire cikletből 400 lett és lufi. Nem, akkor is lufi volt, ugyanígy adásban. De hát ez már régen volt. Hát, hogy ilyenek a borsújságírók. Nem elég nekik a 100. Nem elég a 100. Egy ilyen romantikus történetbe is bele kell nyúlni. Hát miért nem szép úgy az a történet? Mennyivel több 100 lufi, mint 400-zal? Hát semennyivel. Az egyes fölött van egyik. Nem, a négyes. Igen. Az igaz. Andrási van egy trafia hősök tere felé jövőket mérik az Oktogon előtt Győrben. A Bacsai úti elágazásban hatalmas baleset, több autó ütközött, egy sáv járatot buszos küldte nekünk. M35-ös 19-20-as kilométer között trafi mindkét irányból, ezt Sanyi üzeni. M1-es 31-es kilométer Győr felé fapalló és fatörmelék mindkét sávban, óvatosan menjen mindenki. Valami Törökszent Miklóson a rendőrség előtt lézersó, ezt Laci küldte nekünk. Na, én közben SMS-eztem Gönci Gáborral, igen? Mert hogy ugye ma megjelent a Blikben, hogy ő átigazol a TV2-höz, és hát azért ez ugye működik a fekete lyuk, amiről beszéltünk, ugye a sztárokat átszívó szerkezet ugye a Nagy Tétény út és a Róna utcában. Már rendelt egy teherautót és pár profi trozsert, hogy átvigyék a cuccait. Így van. Szerettük volna felhívni, írtam neki, hogy semmiféle vérszívásról nincs szó, de annyit kért, hogy egyelőre neki még itt ott rendezni kell dolgokat, és utána te még nem tudja. Nem ezt mondta, nem ezt írt a Gábor. Nem ezt írt a Gábor, egy rendes gyerek, csak hogy mielőtt megszólal, még szeretne egy-két dolgot rendezni, és mondtam, hogy rendben, akkor mi szívesen várjuk természetesen. És mikor mondta, hogy mikorra rendez? Nem, most így nem kérdeztem bele, csak hogy jelen pillanatban még nem, de majd beszélünk vele, és akkor megkérdezzük az átigazolásról, hogy történt ez. De jó lesz. Jó. Ugye beszélgettünk arról, hogy működik ez a gép valójában, és a nagy szippantó gép, a Róna utcai szippantó és a Nagy Tétényi szippantó, és hogy akik megérkeznek ezen a szippanton keresztül, a feketőkön keresztül mesztelenül érkeznek, és hát reagáltak erre a hallgatóink is. Baló Györgyő, látszik, a gép tényleg létezik. Egy, ami tuti, ha Trütko mesztelen is, de sapka volt rajta, amikor megérkezett. Hát, ha megérkezett a Nagy Tétényi útra. Szorította a fejére. Még a Terminátorról is lejött a ruha, amikor megérkezett ugye a jövőből, de Trütko úgy került át a szívószerkezeten a Nagy Tétény útra, hát került, hogy rajta volt sapka, igen. A Reál kezdte Figóval, csak hogy tegyük rendben, ja, egyébként. Jó, tehát nem is az RTL Pongóval, hanem a Reál kezdte Figóval. És Trütko egy próbaüzemnél jött át. Nem, Trütko a Róna utcában rossz ajtóban ment, mert ki volt írva, hogy üzemzavar miatt zárva, bement, benyitott. Ki volt írva, hogy vigyázz, vákum. Igen. Mint az Airplane-ben. Nem, a Trütko azt hitt, hogy a Róna ott is van az ajtó mögött egy civil, akit esetleg haza lehet hozni. Beszippantotta a gép, és már is megjelent. Péli Barna majd mondta, nekem nagyon átjött. Úgyhogy... Nekem neki nagyon. Igen. Kezdjünk hozzászokni a Berényi Balázs névhez. Egyébként lehet, hogy... De... Azt is neked kell csinálni, és te leszel Szulej Bázs. Én a presszobot fogod törölgetni, majd a poharakat. Én leszek Vili bácsi is, igen. Na, gyorsan még egy friss közlekedés hír. M86-os Szombathely felül 88-es kilométer után mérnek a felüljáróról. Kaptuk ezt is SMS-ben. Akartál valamit mondani? Akartam kérdezni valamit. Fontos, hosszú, mert akkor lejátszuk játékot. Ha rövid, akkor kérdez. Csak hogy van egy álmaradt játékunk. Lehet, hogy lesz belőle téma. Akkor inkább játszunk. Jó? Játszunk, aztán addig. Te viszed ezt a játékot is, mint az RTL-en a közeljövőben már minden. És most aura tisztító percek Balázsra.
Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mert... Aki válaszol... Sziasztok, én nőt vagyok, azt azért el kell mondanom, hogy fiúk előjáról, hogy én férfiakra ennyit nem vártam. Nem egyre háromra. Azt a mindenségét. Megérdemeljük. Hát az egy nagy parti. Te is egyedül, mi is hárman, ugye? Na elmondanám azért, hogy itt van legalább 7 kolléganőm, úgyhogy kevesek vagytok. Ti is heten, mi is hárman, ugye? Tudok én változtatni azonnal a receptem. Széles a receptkönyvünk. Tünde, hello, jó reggelt! Szervusztok, fiúk. Nyújság. Meg vagyunk, köszi. Felétek? Itt minden rendben, köszönjük szépen, várjuk az ajándékcsomag küldőszolgálatot. Komolyan, már így előre? Igen. Na, csak elküldenénk, nem is játszanánk. Szerintem, figyelj, ez a legjobb ötlet, amit így nőnap alkalmából el tudnék képzelni. Nem, a nőnap van, én benne vagyok. Legyen ma egy ilyen. Legyen így. Aki nő és betelefonál hozzánk, kap egy ajándékcsomagot. Úgy értem, hogyha játékos, tehát nem most adok ezen nőket veszünk föl. Szia, Kati, ajándékcsomag. Szia, itt ajándékcsomag. De egy csíkú lenne a műsor. Marci. Tibi. Szia, Tibi, ajándékcsomag. Szóval, hogy akarsz játszani, vagy csak akartok-e simán egy ajándékcsomagot? Ma bármi. Akarunk simán egy ajándékcsomagot, de bele is megyek a játékba a kollégákkal együtt. Tehát legyünk terek. Ha kapok egy ajándékcsomagot ingyenbe, játszunk is. Mert te milyen okos. Tehát előre elkéri ingyenbe, de a cserébe játszik, de már adjuk oda előre. Ez gyerekek. Van itt Gógyi. Figyeljetek, mielőtt játszanánk, csak egy kérdés. Most már egy hónapok óta megy ez a játék. Mi ez a baksitje lángnyime? Ha ezt nekem valaki egyszer most már megmagyarázná, mert minden reggel hallgattam, és eddig nem mert... Ez a baksitje lángnyire? Nem tudom. Ez a baksitje lángnyime. Ez mi az Isten? A szignálban benne van, és a férfi mondja, és nem tudja. Heteken... Nem egy felette felé, és a marhára nem... Heteken keresztül leírtam, hogy visszafordítsam, hogy visszafordítva jelente valami, de nem jött ki semmi. Mi ez a baksitje lángnyime? Tudjátok? Hát jogos. Nem ismerem annyira a műsorunkat. Na jó, mindegy. Ezt meg akartam kérdezni. Figyelj! Itt a fűvezérem már írja. Igen, jó, írja meg nekünk. Tünde, azt hiszem talán egy filmidézetből van, de nem vagyok benne biztos. Tünde, város... Figyelj, mondd azt, hogy Tündi, mert amikor azt mondták a szüleim, hogy Tünde, akkor mindig popont kaptam. Hogy mit mondja? Tündi, jó. Oké, Tünde. Figyelj, azt mondja, hogy város, híresenikő, híres Enikő része már megvan. És van híres Ákos is. Van híres Ákos és híres Enikő. Előről légy szíves, mert megzavarodtam. Hát a híres ember részben elmondtam, tehát város, híres ember, szólásmondás vagy tárgy. A híres ember felét már tudod. Tehát az valamilyen Enikő. Hihetetlenül vágod. Hát akkor menjünk rá, jó? Tehát azért... Nem fogom kihagyni. Jó, tehát előre van egy ajándékcsomagod, és még elviszed azt, amiben én kicsit elszóltam. Én megköszönöm szépen, igen. Nagyon jó, oké. Hát heten vannak kell az ajándék. Indítjuk az órát, jó? Bosszúból most egy kicsit kevesebb, később fogom megmutatni, jó? Oké. Hogy vagytok? Jó? Mindenki ott van? Fantasztikusan vezéltem, kéz a tolba. Toll a kézbe. Mindent feljegyzeteltetek? Aha. Jó. Megy az idő, már csak 15 másodperc. Az ománc már nem nagyon van az idő. Indíthatjuk? Igen. Mutassam? Mutasd. Mutatom. 7 másodperc. Ő kine, rátéd. Lejárt az idő, sajn. Kutyafáját, hogy elszaladt. Így rohan. Hogy elrohant. Détár Enikő, így van. Egyébként rátéd, ez nagyon egyszerű, mert ugye Détár, rátéd, és az Enikő megvolt. Hát, ezt neked köszönhetem ismét, Balázs. Elszóltam magam. Igen, megvan az ajándékcsomag. Kettő! Ügyesek vagy, igen. Nézd meg, kettő! Követelőző. Azért. Figyelj, hetem, most hétfele, hogy osztam el azt az egy csomagot. Nem lesz egyszerű, sok sikert. Biztos lesz egy komoly veszekedés. Na, mennünk el, akadozik a vonal, szakadozik. Hét csaj. Nem hallom, tehát kettő. Köszönöm szépen, köszönöm. Hét csaj van ott, Tündi? Köszönjük, 8 velem együtt. Na. Miközben valaki megszült, hogy mi történt, gyerekek? Gyorsan szaporodtak. Ja, megjött a főnök. Aha. Jó van, figyeljetek, ma nőnap van, legyen két ajándékcsomagnak. Igen! Jó van, na.
Legyen ez egy ilyen nap. Mert úgyis ez a fontos, hogy adásba elhangozzon, aztán, hogy mi érkezik meg. Így van, az egy másik dolog. Mi a mennybe megyünk? Úgyis csak egyet kaptuk. Puszi! Köszi kettő! Sziasztok! Ciao, hello, hello! Szeretem az olyan hallgatókat, akiben van lendület. Hát benne volt. Volt benne. Volt benne. Na, meg van ez a baksitja lángnyime, hogy ez micsoda? Nem. Hát a baksitje, én azt leírtam, az ecsiskáb. Hát ugye? A baksitje az ecsiskáb. Baksitja lángnyime. Ez ezt nem tudom, elgörülkedtem. Nem. Nem, nincs meg. Na jó, lejátszottuk ezt az elmaradt játékot, mit akartál mondani? Azt akartam kérdezni tőletek, hogy ti, mint apukák, szerintetek az problémás, hogyha én mondjuk 8 óra előtt rátelefonok a gyerekre, hogy nézze minket a történelmet, mert hogy ma dolgozatok lesz, és hogy ne felejts el, hogy mennyire hiszek benne, hogy ez is ötös lesz. Szerintem. És hogy olvassa át, vagy. Mert egyébként rátelefonáltam, és mondtam neki, hogy jó lenne, hogy még egyszer átfutnám, mert tegnap is átfutott, és nagyon jól ment, nagyon jól, de hogy mehetne még jobban is, hogyha még majd a dolgozat előtt még egyszer átolvassa. Mikor írja ezt? És hogy ez így jó szerintetek, hogy 8 óra előtt még hazatelefonálok? Az nyomasztja a gyereket, vagy ez? De mikor írja a dolgozatot? Az első órája történelem? Nem. Tudom. Tehát reálisnak tartod azt, hogy még a nagyszünetben, mikor elfogyasztaná egy kis sonkás zsemjét, és meginná az iskola tejet, vagy fogócskázna egy kicsit, vagy rohangálna, még ő olvassa a történelem leckét 8 órakor. Esetleg zsömlét. Esetleg zsömlét. Ne adj Isten kiflit. Vagy bármilyen croissant, majszol a gyermek. Miért nyomasztod ezt a gyereket? Miért nem hagyod élni? Hagyd már békén. Tényleg, hadd rohangáljon egy kicsit, szellőztesse ki a fejét. Tegnap tanult. Tanult. Na. Este lefekvés előtt visszakérdezte tőle a leckét, fölmondta. Mi a szakirodalom? Figyelj, keverte az SS-t, az S-szával, érted? Ó, hogy milyen vidám dolgokat tanulnak most éppen. Egy kis gestapo, egy kis NSDAP. Figyelj, most nálunk már ez van, második világháború. Második világháború, vagy a második világháború előszere a Reichstag felgyújtása is hasonló. Van, ahogy hívják, tehát hogy előzmény? Hatalom jutásos. Egybe az egész? Persze, egybe kapják. De mi a Hitler? Nem egy egyszerű, nem egy egyszerű. Mert azért a második világháború önmagában is egy nagy fejezet, de a Reichstag és a náci hatalomra jutása. Európában egészen náci hatalomra jutásáig. Tehát, hogy nem egy egyszerű történet, és ugye rengeteg évszám, rengeteg különböző. Biztos segít neki a 8 óra előtt rá telefonálsz, hogy olvasd még át a nagyszünetben azt a 43 oldalt, amit egyébként meg kellett volna tanulni. Most olvasd át. De mi van, ha nem sikerül? Tehát mi van, ha mondjuk nem sikerül? Akkor mi van? Ha nem mehet haza a gyerek, a szerintem. A jövője a tét. Azért, mert töriből kap egy hármas. Hányadikos most a gyerek? Most? Honnan tudjam? Hetedikes. Hetedikes. Ez még nem számít bele a továbbtanulásba. Nem, bele számít? Én nem tudom, mert nekem most megy elsőben. De mi akar lenni a gyerek? Tehát, hogy hova akar tovább tanulni? Hát nem tudom, hogy most mi legyen. Mackey, Burger King. Na, oda aztán tök mindegy. Nem, de hát tegnap este, ha kikérdezte, tegnap este elbeszélgettetek az, hogy te ma reggel bestresszelted a gyerekedet, amit tegnap megtanult, azt is el fogja pedagógiailag? Felejteni. Nem, az nem a legszerintem. Nem is a történelemben van annyira hangsúly. Most nem azért, mert ebből egy picit presztízs kérdést csinálok, de ez így ebben a forralban igaz, de most nem a történelemben van a hangsúly, hanem azon, hogy még reggel még oda csörgök, hogy még egyszer fussa már át. Teljesen felesleges. Ráadásul úgy, hogy egyébként pont átfutottak. Tökéletesen értelmetlen. Tökéletesen értelmetlen ez a fajta lexikális tudás. Tudod, én ezen abszolút ellene vagyok. Tehát, hogy a mai iskolákban azért nagyon arról a fajta tudástranszferről szólnak, ami aztán teljesen lényegtelen igazából. Hát de mit csináljuk, hogy ezek a követelmények? Persze. Ez nem a számon kérés. Abszolút, sajnos, pedig egyébként egyre inkább nem a memorizálható tudást kellene számon kérni, hanem valami teljesen más. De a suliban meg azt kérik. Igen. Tehát, hogy válasz rizikót, hogy hozol döntést, hogy dolgozol csoportba, hogy mérsz fel egy helyzetet, hogy mit tudsz magadból kihozni, hogy milyen az érzelmi intelligencia. Ezek százszor fontosabb dolgok lennének. Pont a történelmük kapcsán tudom, hogy látom azt, hogy felületes és pontatlan. Így van, tehát hogy én ebben nem nagyon hiszek, hogy a gyerek attól lesz, de ha nyilván ez az általános iskolai követelmény, akkor kell. Tehát, de nyomodszkó már ne hagyd a gyereket élni. Nem, mert egyrészt bestresszel, kettő azt mondod, hogy legyél jó, tehát egy vállat, egy terhet teszel a vállára, ami teljesen fölösleges. Mondd csak nyugodtan, csak még dolgok rá egyesem. Igen, mert abban benne van ebben a legyél jóban az, hogyha nem lesz jó, akkor ő nem a te igazi gyereked. Érted? Nem az a szerethető, gyönyörű gyerek, ha ő hármast hoz töriből. Ami így is van nyíl. Hármast nem szokod. De akkor négyes. Most egyetlen. Nem a gyerek attól fél, hogy nagyon le lesz szúrva, becsúszik egy ötös alá. Tehát vadonéknál ez a regula, hogy megmondtam neked, hogy ha még egy ötös alát hazahozol, akkor nagyon-nagyon csúnya dolgok lesznek.
Ügyes lesz, megírja. Én biztos, hogy nem fogom a gyerekemet ilyen irányba tolni. Ja, azt hittem, azt mondod, hogy én biztos nem fogom leszúrni. Tőlem nem kap fedést. Tőlem biztos, hogy nem kap fedést, de én, szóval nincsen ezzel semmi baj. De akkor ilyenkor már nem kellene nyomasztani. Nem, figyelj, nyomasztja őket az iskola, nyomasztja őket a tanár, nyomasztja őket az a felületesség, hogy az általános iskolában tanulnak, hogy nem tudnak semmi elmélyülni, hogy menni kell tovább, hogyha a tanár nem ott tart, és akkor ellenőrzik a tanárt és nyomja tovább, mindegy, hogy az egyik gyerek lemaradt, mindegy, hogy hol tartanak, mindenki nyomasztja őket, legalább a szülő ne nyomasztja őket, a szülő engedje, ugye, tudom, hogy te jó vagy, tudom, hogy a legjobbat fogod írni, drukkolok, egészen biztos vagyok benne, hogy ügyes leszel. Ez is egy jó mondat, és ezzel is bíztatod, mint hogy azt mondtad, hogy nézd át, és fontos, és írd meg, és a gyerek úgy megy, hogy habzik a szája, és rémeket lát. Tehát így is meg lehet erősíteni a gyereket, úgy is meg lehet erősíteni. Használd a pozitív megerősítést, csak másképp. Mondd meg, hogy tudom, hogy ügyes leszel, meg fogod csinálni. Nincsen semmi baj, ha nem. Én így is szeretlek, úgy is szeretlek, de légy ügyes, hozd ki magadból a maximumot. Biztos, hogy menni fog. És akkor az egy más teher, mint átnézted, megnézted, biztos? Na, akkor egy kérdés, ki gyújtotta fel a rejszágot? Erre megyek ki a férfi vécébe, szállom. Ki gyújtotta fel a rejszágot? Na, mi a most kérdeztet. De hogy is, hülye viccelek. Nem. Simán benne van, hogy föl így. Erre mentem vizelni a budiban. Ki gyújtotta fel a rejszágot? Öt kérdés, öt válasz. Gyere, Vidám, figyelj! Jani, 3-4-8, hagyd már azt a gyereket, érted? Szóval, hogy nem kell, szétnyomasztják a mai gyerek, nézd meg, beesettek, álmosak, túlterheltek, igazából semmilyen tantárban nem tudnak komolyan elmélyülni, felszínes a tudások, csak a lexikális tudás kérdik tőlük. Ne nyomaszd. Hadd menjen. Engedd el. Jó. Köszönöm. Nagyon szívesen. Így lesz. Holnaptól. Igen, nem amíg lesz urad. Na, egy nagyon jó, amit felvetettél, mert a témánk is ehhez kapcsolódik. Ugyanis egy nagyon érdekes cikket találtunk, miszerint Franciaországban nem árt jobban lenni a gyerekekkel, mert egy szép napon akár be is berelhetnek minket a Facebookra feltöltött baba fotókért. Ugyanis hát a francia rendőrség kitalálta, hogy kéri a szülőket, hogy ne nagyon töltsenek föl a gyerekekről különböző képeket, mert lehetőséget kaptak arra a gyerekek majd, hogy ha valakiről az engedélye nélkül töltenek és osztanak meg fotót, az jogosan perelhet, és 45 000 euró pénzbüntetés is kaphat az illető, visszamenőleg is beperelheti valaki a szüleit. Tehát te nem akarod, hogy ott legyen mesztelenül, mint kis Janik a kis Ferike Facebookon, vagy mint Virág, akkor ugye téged, te beperelheted a szüleidet. És az is jó, amit te mondtál témaindítónak abszolút, hogy az ember elgondolkozik azon, azért, ha őszintén vagyunk, nekünk is lenne néhány dolog, amiért beperelnénk a szüleinket. Nem? Hát. Tehát mindenkinek van olyan dolog, ami miatt szívesen állítaná bíróság elé, idézőjeles bíróság elé a saját szüleit. Haj. Kérem? Haj. A haj. Ja, az itt nem csak azt mondta, hogy haj. Haj, és jaj. Akkor folytatódik, hogy Dináról fúj a szél, vagy Dunáról, Dináról. Nem. Haj, Dina. Haj, Dina. Haj, sokat beszélgettek a Gáborral, nekem már haj, Dináról fúj a szél. Léci. Mit csináljak? Hát sokat vagyok Bio Gabival. Mi már ezt a dalt is úgy énekeljük Gabival, hogy Dináról fújja. Szóval, hogy drága hallgatók, azon gondolkozzatok el. Játsszunk el a gondolattal, hogyha lenne egy jelképes bíróság, és nyilván nem akarjuk bíróság elé állítani a saját szüleinket, és szeretjük őket, és hálásak vagyunk neki, de mégis van azért mindenkinek egyfajta olyan dolog, ami miatt szívesen megtenni egy mondat, egy szokás, egy én nem is tudom, mit lehet még felsorolni. Rengeteg olyan dolog, amit veled csináltak. Hát nem? Amit nem kaptál meg, amit megkaptál, ugye minden is mindennek az ellenkezője ugyanúgy igaz. A fényképek, amikor az első barátnődet hazavitted, végre hazamerted vinni, és az volt, hogy anyád elővette a mesztelen izéképeket, még gyerekkorodból. Na nézd meg, milyen aranyos, és te ott a hagyjál. Már akkor is volt rajtam egy kis felesleg, de hát, hogy én szerettem ilyen kis csöcsösleg, nincsen, hozzam a buktát. Sokkal rosszabb, amikor anyád rád nyit, és azt mondja, hogy csináltad nyugodtan, csak apát tweet zakójáért jöttem. Hidd el, Feri, hogy a fénykép udogatásnál vannak még sokkal rosszabb dolgok is. Csinálj nyugodtan, csak apád egy esküvőre, hogy a tweet zakóját keresem a rohadt élelmét. Nem, csak leporolgattam a mama hamvedrét. Nekünk kerestek sok mindent a szobában, sok-sok mindent, igen. Valahol a leleteim, nem láttam Lajoska a leleteim? Na, drága hallgatók, hát ha Franciaországban perelhetik a gyerekek a szülőket egy Facebook
Facebookra föltöltött fotóját, akkor játszunk el a gondolattal, hogy ti miért perelnétek be a saját szüleiteket. Mit követtek el ellenetek, jó? Ez tényleg ez lehet az, amikor nyálas hüvelykujjal minden vasárnap letörölték a megyszószt az arcodról úgy, hogy húzták a még nem létező arcszőrödet, és a pokolba kívántad a szüleid bal hüvelykujját, amit előtte benyálasztak. Amikor kifújatták az orrodat, amikor fodrászhoz vittek, vagy kordbársony nadrágot adtak rád, vagy húsvétkor locsoló verset mondattak veled a boldog rokonság örömére. Tehát miért terelnénk? Te a haj miatt. A haj miatt egyrészt az, hogy ugye mindig másfél órát ültünk a fodrásznál, általában ez a Szarvasárda téren történt, egy időnként a Béketéren, másfél órán keresztül apám igazgatott, hogy itt egy kicsit még vágjon, itt egy kicsit, itt le még lehet egy rövidebb egy kicsit, itt a hátul szerintem nyírják föl, igen, itt még egy nagyon kicsit elő, így, és mindig ugyanúgy nézett ki. Mindig ugyanolyan volt, mint hogyha kettő perc alatt letolták volna a géppel az egészet, mert addig vágatta a hajamat, amíg mindenhol egyenletesen, mint Balázsnak, amikor le lett tolva az egész. Kaptam egy egycentit, és a végén pedig hajszesz, de bőven. Igen. És hát meg is erősödött a haj azért. A jó bánfi megtettek elő, de esetleg konkrétan kiégtek a hajhagymáit. Így van, picit túl nagy volt a dózis. Igen. Na, drága. Illetve a legény, amikor megjelenik, megjelent a bajszom. Amikor az első néhány szőrszám megjelent az orrom alatt, és apám mindig ötről, ez mi ez itt? És megcsavarta. De a bőrt csavarta. Igen, hát ismered ezt, és tudod, és úgy csinált, mint hogy mi ez itt, kosz? Elég frusztrál gyerekkorod volt azért. Jézusom, Atya Isten. Ez neked most esik rá. Volt baj ott is bőven azért. Nálunk is, de azt hiszem nálad is. Igen. 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 Hát nálad a legény bajusz, nálam a legény volt, ugye, amikor felfedeztem. Megmutatták a rokonoknak a pizsomám. Megfiúlett a Balázs. Örüljünk neki. Drága hallgatók, miért terelnétek be a szüleiteket? Nézzük ezt meg. Jó, 9:02 SMS számunk 06-745-0000. Jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, és szegény Zoltánoknak is azért boldog névnapot, hát ők ma, róluk ma kevesebbet beszél mindenki, mert ugye ma a nőnap van, a csajoknak is egy nagy puszi, nagy taps, nem tudunk mindenkinek virágot venni, és hát ugye hírítkedünk Zoltán Erikára, ahogy mondta, ő ma 200 virágot kap, két ajándékot is kap. Mi pedig arról beszélgettünk, hogy Franciaországban nem árt jobban lenni a gyerekeinkkel, mert egy szép napon akár be is perelhetnek bennünket a Facebookra feltöltött baba fotókért, és most a témát nem azon irányból fogtuk meg, hogy most jó-e a szülő feltesz egy mesztelen képet a gyerekről, nem jó, hány éves kortól posztoljál, ne posztoljál, akarja a gyerek, nem akarja. Ugye van egy ilyen vetülete is a témának, de most nem akartuk elkomolykodni nagyon a dolgot, sokkal inkább arra gondoltunk, hogy ha már a franciák perelhetnek majd esetleg sok-sok év múlva a saját szüleiket, 45 000 euró pénzbüntetése is akár, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mi miért perelnénk be a saját szüleinket. Ami nem arról szól, hogy nem szeretjük őket és nem vagyunk hálásak nekik, de hát mondjuk meg őszintén, azért minden gyerek életében eljön az a pillanat, amikor haragszik a szüleire, amikor utál valamit, ami ellen tiltakozik, ami ellen lázad, tehát az egész kamaszkor tulajdonképpen a szüleid ellen való lázadásról szól, mert olyat csinálnak, mondanak, tesznek veled, vagy csak löknek azon irányba, ami neked nem jó, legyen szó tényleg egy családi rendezvényről, egy húsvétről, vagy egy karácsonyról, amikor közösen kell mondjuk énekelni a falat, mert azt a gyerekek például sokszor utálhatják. Hát rengetegen perelnék a saját szüleiket, az a helyzet. Mi is elmondjuk, hogy ugye miért, és hát nagyon sok hallgatónk perelne. Érdekes, hogy azért ezek mennyire megmaradnak, nem? Egy szokás, egy mondás. Igen, hogy nem csak akkor fáj a dolog, hanem nézd meg, ennyi év után a Jani hajszeszezése 40 éve volt. És megmarad. És meg. 40 éve ezen gondolkozol, igen. Minden egyes hajmosás, hogy hova tűnt. Igen, és egy hova? Hogy hova tűnt a hajszesz miatt, kiégtek a hajmájuk. Semmi. Igen, de lehet ez egy ruhadarab, egy farmer nadrág, egy harisnya, bármi, amit rád erőltettek, és te már akkor volt öntudatod, és emlékszel rá 8-10-12 évesen, hogy utáltad, a és nem értetted. A tesó levetett ruhája. A tesó levetett ruhája. Nővérem volt. Vagy van, bocsánat. Milyen helyes szoknyába járkált. Figyelj, ott az a kettős kardigán. Nekem is bátyám van, hát nekem is bátyám van, egy évvel idősebb, hát én új cuccot akkor láttam, amikor először megvettem magamnak az első fizetésemet. Ott volt a tesómnak az új cucc, meg nekem ugye az ő cucca, hát akkor azért nagy szegénység volt, hát nem kapott mindenki újat. Az öcsnek mindig jó volt a levetett
született báty még alig használ cipője, falverje és pulóverje. Egy benne csak a gyerek, jó lesz ez mazsikám, na legyed föl. Így kedve néztem az újakat, de tudtam, hogy legalább egy év múlva megkapom. Tehát, hogy én úgy néztem a tesóm akkor ajándékára, hogy majd ez egy jövőbeli ajándék nekem. Hasznos volt egyébként. Hát meg a szüleik meg voltak győződve arról, hogy ez nagyon jól áll nekünk, és nagyon csinos kis ruhadarab. Nekem van egy régi fotóm, nem szívesen nézegetem, a nővéremmel áldogalunk egy oltár előtt, a helyi templomba első áldozás után készült a kép, és az ahogy akkor felöltöztetett édesanyám, az egy örök emlékezetes pillanat marad, és kis fekete rövidnadrág volt rajtam, fekete lakcipő, és fehér térdzokni. Aj, de tudom! És állunk az oltár előtt összetett kézzel, imára kulcsolt kézzel, ahogy szokták azt mondani, ott állunk, és gyönyörű fehér térdzokni. Csodálatos. Mm. És megmarad. Megmarad. Nézze ki, mint egy ilyen tiroli pásztor gyerek. Igen. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Édesanyám állandóan rámadott egy piros pilóta sapkát, ez bíróságért kiállt, Perec küldte nekünk. Imádott édesanyámat perelném be, amiért a sült hús szeletelés közben nyalogatja a zsírt az ujjairól. Mennyire be tud égni egy ilyen mozdulat is, nem? Anyád lenyalja a zsírt. Szülők perbefogása a Zoltán névért, az otthoni hajvágásért, valami pengész szerkezettel, a csak megnézem kezdetű fogkitolásért, mutatóujjal. Na de utáltam. És finom főzelékért is előírta nekünk. Hogy amikor tudod, már lötyög a fogad, váltás igen. van, és akkor na csak megnézem, puff, és kitol. Úristen, tényleg. És nem volt erre felkészülve, hogy végén. Hát persze, igen. És ott üvöltöttél még egy negyed óráig. Na, úgy, hogy nem fáj, aha. Tehát ennek nincs gyökere, ez tejfog. Igen, pedig fájt az egyébként. Na, és valamikor elsőre nem sikerült. Igen. Az a legcikét, amikor lecsúszik róla a keze, és nem jött ki elsőre. Jaj! Én alig várom a Beninek, hogy ezt megcsináljam. Szemét, ne legyél nem a fogkitolás, rá akarom kötni a garázs ajtóra, a kocsira, becsapni. Valahova. Tehát, hogy valahogy elindulok vele, és akár áll a gyerek egy masnival a száj, vagy egy gördeszkára, hogy teniszlabdára, és eldobom a teniszlabdát, és kirántja. Tehát ezt ki akarom próbálni. Tök jó, és hogy fogja élvezni? És ott fog állni rettegve a gyerek, hogy fogod a teniszlabdát. Na, Beni. Rajta a zsinór. A fogán. Hozd vissza, és ki, abban a pillanatban kitépi. Ez jó, hát ha a cinkos társa gyerek benne, akkor miért ne csináljuk meg? Hát ez nekem nagy álmom. Nem? Vannak nagyon jó videók fent. Igen, láttam egy kettőt. Az én anyukám a lehető legnagyobb tömegben buszon, metron vagy az utca közepén felcsapta a szoknyámat a nyakamba, és izmos mozdulatokkal belerázott a pamut harisnyámba, ami szerintem lecsúszott. Az persze nem érdekelt, hogy egy szál bugyiban álltam az emberek előtt. Ezt művelte még 10 éves koromban is, amíg fel nem lázottam. Puszi Moncsi. Tényleg, amikor úgy húzták fel rajtad a nadrágot, hogy megfogták elől hátul, és így megemelte, és így megráztak. Te igen. meg beleestél a nadrágba. Kint van a derekad. Meg ne fázz. Betűröm, törd már be, állandóan kint van, olyan pacuha vagy. Igen. Mondatok anyámtól, húzd ki magad, zselézd a hajad, úgy nézel ki, mint egy meleg apáca, inkább 2 perccel hamarabb, mint 1 perccel később. Ahányszor csajt vittem fel, mindig kisfiamnak hívott. Szeretem anyámat. Gábor küldte nekünk. Nekem minden vasárnap a nagyszülőknél tett látogatáskor az egész család előtt kellett írnom a leckét. A fogalmazás volt a legkellemetlenebb, azt szinte nem is én írtam, mert mindenkinek volt egy jobb ötlete az általam írt mondatok helyett. Egyébként tanító lettem, és igen, nincs is fogalmazás. Azt mondja, én azért perelném be az őseimet, mert becsületes, tisztességes, kötelességtudó embert neveltek, amely a mai világban rohadt nagy hátrány. További szép napot. Devil küldte nekünk. Apámat perelném be, aki minden egyes alkalommal, amikor ott volt a barátom, beült a szobámba egy nagy tálca kajával tévézni. Szegény. Általában be is aludt, és én ébresztettem, amikor a fiú már hazament. Ő azért ült be, hogy örködjön? Igen, igen. Hát vagy, hogy így egy kicsit részese legyen a fiatalságnak, nem, hogy bandázzál, haverkodjál. Csőszködött ő ott. Csőszködött valószínű, igen. Az összes szülőt beperelném, aki azzal magyaráz valamit a gyereknek, hogy azért, mert azt mondtam. De utálom, amikor valami olyat mondok a Beninek, amit nekem is mondtak. Fúj, de utálom magamat, érte. Hogy azért, mert én, miért, igen. apa, miért kell lefekülni? Azért, mert azt mondtam. De most ekkor már ötödjére mondod, de tudom, ez nem mentség. A kedvencem tudom. Most ez a nem a Bencével, nem a Péterrel, nem a izével beszélsz, hanem a szüleiddel. És hogy utáltam, amikor anyám elmondta, hogy nem a haverjaiddal beszélsz. Igen, tudod? De én ki vagyok, én vagyok az apád. Nem a haverjaiddal beszélsz. És ugyanezt tolom a gyereknek, hogy figyelj, nem a izével beszélsz. Tehát ez a... Te mondogattál régen ilyet a virágnak? Kis pajtásoddal. Igen, tehát ne, hogy legyen egy cím. Nem mertem belemenni, mert nem tudtam, hogy hívják a barátaim. Mondd azt, hogy nem az XY-nal beszélsz. Igen, nem azzal a kis tapnyossal beszélsz iskolából.
De utálom magam ilyenkor. Fú, mikor valami olyat mondok, amit a szüleim is mondtak. Anyámat azért perelném, mert a Bernadett nevet adta nekem. Jelentése erős, mint a medve. Na, akkora darab állat vagyok, mint egy medve. Ezért simán beperelném ilyenek. Beperelném anyámat, mert vendégségben mindig meg kellett puszilnom az összes idős rokont. Azt a szagot még most is érzem az orromban. Szörnyű trauma tűnik ültenek. Tök érdekes, én ezt szerettem. Én utáltam mindig, amikor végig csókolgattak. Fúj, de utáltam. Egy évben egyszer látott idős nénik, akik fasztuk abban élték ki magukat, hogy nagyon szülék magukhoz szorítottak, és mindig azon gondolkoztam közben, hogy mi lenne, most meghalnék. Ez már kívántad, bárcsak meghalnék. Mindig ezt kívántam. Tényleg gyerekkorom álltam, és jöttek a vidéki rokonok, megszorítottak, és arra gondoltam, hogy bárcsak meghalnék. De érdekes. Milyen fura gondolataim voltak. Én mindig a százasra gondoltam. Tessék? Én mindig a százasra gondoltam. Minden egyes ölelés után kaptál egy százas. Egy puszi egy százas. Náluk ez így ment. Sose adtak szá. Ne, nem úgy, hogy egy százas, egy puszi egy százas, hanem amikor rég nem látott idősebb rokonnal találkoztak, akkor mindig volt valami, mindig le valami leesett. Én tényleg a cumirosz végén voltam. Negyed kilokonyakos megy. Nálunk volt egy olyan idős rokonik, én nagyon sokáig szeretett, nagyon büdös volt, és utána odaadta a botját, hogy támasszam le valahova. Csodálkozó, hogy arra gondoltam, hogy szívesen meghalnék. Nagyon messze befácsizott lábbal, magas talpú cipőbe, nagyon szorított kendőbe, és nem mondta, hogy támasszam le a botját valahova. Tudom, Jézusom. Pécsi rokon. Hogy szúrt majd a fejfájú mellé. És olyan nem volt, hogy véletlenül kimondtad? Mit? Hogy bárcsak meghalnék? Én mostanában veszem magamon észre, hogy véletlenül kimondom azokat a dolgokat, amiket gondolom. Képzeld, hogy mit mondtál, Balázska? Cici. De Balázska, 73 éves, nagy nyelv vagyok. Cici. Hogy véletlenül kimondod? Igen, hogy véletlenül kimondod. Jaj, mondjuk szeretnénk most meghalni. Mit mondtál, Balázs? Szeretnénk. Ja, semmi. Letámasztom, mindent támasztom, jó? Igen. Azt írja valaki, hogy piros harisnya. Azt megértem. Piros harisnya. Piros harisnya, pedig fiú vagyok. Na. Lehet csak négy voltam, de egy hét letöltendőt nekik. Nekem Pongi küldte volt. Nekünk piros harisnya. Az nekem megvan. Is volt, és állandóan lecsúszott félig a fenekemre, rohadtul utáltam. De igen, és mindig lecsúszott, mindig igen. Mindig lecsúszott. Perelném anyámat az Ambo Jimmy kazettákért takarítás közben, Robika küldte nekünk. Amikor minden vasárnap misére küldtek, azért beperelnék. Beperelném anyámat, mert azt mondta, tudja használni a hajnyírógépet. De szép, de szép. Igen. Nekem mindig leforrázták a fejemet hajmosáskor. Zsuzsi írja nekünk, ő ezért perelne. Te gyönyörű. Forró volt a víz, de nem mertél szólni meg, van? Mert ha elkezdtek vizet állítani, tovább tartott, inkább átestél a forró vizen. Ez konkrétan így zajlott. Nem szólok, nagyon forró, de legyünk rajta túl, ha szólok, anyám mire beállítja, megy a tökölés, ideges lesz, elmegy a bojler. A sampon a szemedbe. Legyünk rajta túl, de rohadtul szenvedtél, mert forró volt. Mert csomókban jön ki a hajad. Barna-fehér kötött nadrág. Istenem, szegény. Hogy utáltam. Már mindenki más farmerba járt. Hú, erre is emlékszem. Nekem barna kord bársony nadrágom volt. Az. Az volt neked is. Volt ez a makro, meg volt ez a mikro. Volt ez a makro, most se volt mindig ázom melegített. Ja, mondjuk ezek is. Nekem meg kint bogrács. Érdekes, hogy ti már először mikrot használtad. Nem volt mikro. Meg egy csomóan írják egyébként ezt a manó sapkát. Tehát ez, ami hátul, tudod, ez a hosszú, bebújós. Nagyon hosszú, de, igen, hátul. És bebújós. Igen. Az egybe sáll, és egy luk volt itt elő. Én azt szerettem. Az kemény űrhajós van. Kicsit. Nem, az a baj, hogy hogy az összes osztálytársad, az összes havarod állandóan azzal szórakozott, hogy hátulra rángatta, és az volt neki szerintük a legjobb, itt egyébként szerintem is, csak amikor én csináltam, és nem rajtam csináltak, hogy hátulra meghúzod, akkor hátra csúszik egészen a fejbubodig, és akkor vissza kell húzni. Megvárják, amíg visszahúzod, és igen. Fázik a kezed, zsebretett kéz, mondta apám, sokszor utáltam értem. Apámat azért perelném be, és az utolsó SMS, mert múltkor velünk vacsorázott a barátnőm, és arról fogadta 10 percet, hogy nem gáz-e, hogy ilyen kicsi a műszerem. Papa, milyen családbarát. Sokat fürdettem gyerekkorában. Ugye, hogy nem nőtt meg, úgy, hogy együtt pisiltünk. Hát, nem baj, nem. És mit tudod, hogy miben az anyjára ütőjön. Na jó, drága hallgatók, hát kiderült, hogy azért sok mindenki perelni a szüleit. De nyilván szeretjük, imádjuk őket természetesen, csak hát azért vannak traumák. Na, mutatjuk, mi a beugró, figyeljen mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Ki? Amit járjál? Hát most oda tettük. Mutassuk még egyszer, nőnapra mutassuk. De a nő telefonál, úgyis odaadod az ajándékot. Az is igaz. Na, drága hallgatók, hát a lecke fel van adva, ahogy szokták mondani, kettő darab dalcím, kettő darab előadó, jó?
mit hallottunk, ez a kérdés, ha játszanátok hármasugrást, írjátok meg nekünk, ez a beugró. 6 perc van pontosan, 9 óra, Juliska van? Valahol, igen. Itt kell lennie. Juliska van, akkor vele folytatjuk, Ákos híre jut el. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 9 óra után 8 perccel itt vagyunk. A Klasszon szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jön a jó idő, drága hölgyek, urak. Bizonyám. Egyre jobban kisüt majd a nap, eloszlanak a felhők, és úgy néz ki, hogy várjál, mindjárt mondom, hogy néz ki. Májusra? Na, májusra így jó van. Májusra megérkezik a jó idő. Hát most egyelőre úgy néz ki, hogy az ünnepek alatt is, a régnapos ünnep alatt is, a kis piktogramom az ilyen felhős napos 12-13 fokocskát mutat, ami egészen barátinak tűnik így március közepén. Úgyhogy még 12-13, hát ez aztán változhat nyilván persze. Még de is, lehet, hogy tegnap ilyenkor fagyott le, és azóta ezt mutatja. Így van. Annyi, hogy hurgadát nézem, és egész napos. Kifejezetten napos, 32 fok, picit szeles. Ja, hogy hurgadában vagyok. Az egy jó hurgada, ugye? De mennék. Mi lesz most? Nem mehetünk Egyiptomba, nem mehetünk Törökországba, sehova nem mehetünk? Sehova. Hát mi lesz így? Hát figyelj, nekem... Nem egy életbiztosítás, nem, most nem. Komolyan mondom, bárhova elmenni. Egyiptomban nem jó, ugye? Tehát Törökország ki? Törökország nem szerencsés, ráadásul most török szárad, alanya Antália, oda bemegy valaki, egy ne adj Isten, tényleg megvilágosodva, vagy fegyverrel, valami bolond, őrült, elmebeteg állat. Ki vannak hegyezve, hogy a külföldi turistákra elég erőteljesen. Meg ugye, hogy tönkretegyik a törököket, mint idegenforgalom. Tehát, hogy te csak áldozat vagy, lehet, hogy Törökországnak szól, tudom, kurdok, vagy az iszlám állam, bárki. Nem annyira boldog itt, hogy nem téged akar. Igen, a török idegenforgalmi hivatal azt tanácsolta a külföldi turistáknak, hogy kerüljék a frekventált helyeket. Hát de akkor hova menjünk? Nem menj a kékmecsek közelébe. Jó, de akkor hova? De nem menj a Dardanellához se. Meg nagy kérdés. Meg nem menj egyébként. Hova? Nagy kérdés, igen, hogy az ember hova megy. Mert hogy kell azért valahova, ha az emberek lehetősége nyilván van arra, hogy mondjuk elmenjen külföldre, hát ez biztos sokan gondolkoznak azért azon, hogy nem egy életbiztosítás, ugye? Mert bárhol, bármi történhet. Na, jó, ez a Steve Wonder, köszönjük szépen. Az SMS gyöngyösök tiszta, tolhatja mindenki, ezt Ede küldte nekünk. A Győri Bacsai úti kereszteződésben történt baleset miatt több kilométeres sor alakult ki, minimum fél vagy akár egy óra is a várakozás. Figyeljen mindenki. Nő vagyok, Jenő. Hol az ajándékcsomag? nagyon pihentek a hallgatók. De én ezt szeretem, ezzel nincs baj. Van még egy friss, ami talán fontos lehet, hogy trafiban Mezőkövesden a 3-as úton vigyázzatok, és Derecske, valamint Berettyó Újfalu között a 47-es úton a 25-ös kilométernél árokban egy autó, rendőrök a helyszínen, a forgalom halad, Tamás küldte nekünk, úgyhogy vigyázzatok. Illetve a D14-es komp ma 10 óra 30 és 15 óra között áramszolgáltatás szüneteltetése miatt nem közlekedik a Dunán. Jó, a D14. A BKK-nak és most valami, ami fontos. Ahogy nem találtam. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni a vezetőségnek, és abszolút érzem, hogy értékelnek, hogy elfogadnak, hogy szeretnek, és köszönöm szépen, mert jól esik, hogy nemzetközi nőnap alkalmából az ember bemegy, és az asztalán talál egy szálvirágot. Oh, Istenem, olyan nagyon-nagyon szépen szektű, köszönöm a vezetőségnek, kaptál? Vagy bárki, aki gondoltam, végignéztem, a te asztalodon nincs, az én asztalomon bementem, és ez a tulipán fogadott, úgyhogy nagyon szépen tudtam, szeretném szívből megköszönni. Ezért tettem át. Szívből szeretném megköszönni a vezetőségnek, hogy nemzetközi nőnap alkalmában gondoltak rám, és elhelyeztek. Igazán nyitottak vagytok nőnapra, köszönöm. Ez az igazi. Ez az igazi nyitottság. Ott csücsült az asztalomon egy szálvirág. Lefotoztam, főraktam az Instára. Tulipán? Igen. Hát egy jóféle tulipánka. Jó az. Uh-huh. Kérdezték tőlem, hogy minek örülnél, mondtam valami holland cuccnak. Hát, akár lehet ez is. Akár lehet ez is, így van. Nem baj, megvan Vikinek a virág. Hát ezt is megúsztad. Na, te ne dumáljál, hát most mit csináljak? Fújjak föl 400 lufit, fújjak föl 400 lufit makkal, vagy most mit csináljak? Én most nem fújjal fújod, akkor mit csináljak? Itt 400 lufit üljek le, fújjam be, ezt a fotózom le magam. Ne lehetné egyre kreatívabb, mint hogy hazaviszed ezt a virágot, amit ellopsz a Jani asztalán. Nem elloptam, tényleg ott volt az asztalomon. Tényleg ott volt. Nem, Feri most konzultált a kezelorvosról, és mondta neki, hogy ha nem, akar még egy ilyen tüdőtrombózist, így van. Múltkor 100 lufit fújásom, akkor ne legyen még egyszer. Igen, illetve
illetve a sok erőlködéstől, Feri, majd kicsit kérdeztétek, hogy miért csendesebb, kiújult az aranyerek. Nem nagyon sokat. Fújt, 390, és akkor hát Feri, ne erről ki, basszus. Mondtuk neked, hogy vigyázzat kell, úgyhogy Feri, ez egy picit tartom magam. És hol van most ez a sok lufi? Ne raktátok meg jelölve mindegyiket? Igen, hm? Igen, be van keretezve a falon. Ez igen. Jó van. 3D-s. Hova tettünk 300 lufit? Fel kell készülned az ilyen kérdésekre, ha ez megjelenik a Borsban. Fel, hát de fel is készültem. Nézd, ezt nem mi találtuk ki, hát nem mi árultunk el. Hát ezt megírta rólad a Bors, hogy 400 lufit fújtál fel árusza. Jaj, te romantikus férfi állat. Megjött hozzánk Juli, gyerekek? Meg! Megjött hozzánk Juli, mert kedv van, úgyhogy már is Julival folytatjuk. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli! Juliska! Tényleg? Igen, az én asztalomon is volt. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudod kirakta az én asztalomra? Hát a Gyula. A Gyulától kapott virágot a Balázs. Igen, de gyönyörű. Nem. Gyula, ha legközelebb ilyen érzelmeket táplálsz, jelentem, gyere oda, beszéljük meg, gyere át, iszunk valamit. Öreg öled vagyok meg, már. Ha hozzáférsz. Nekem már gyölelés is elég, gyerekek, itt lassan 40 felé, 10 év házasság után. Gyula, nem kell ilyen titkos üzenetekben virágot rakni az asztalomra. Én nagyon szépen köszönöm a Klassz FM rádiónak, nagyon jól esik. De egyébként én kaptam szerintem a férjemtől is. Szerintem ezt a Gyula saját zsebből finanszírozta valószínűleg. Nem a rádió. Gyula. Kösz Gyula, imádom Gyula. De így van. Nagyon csinos vagy, Gyugyókám. Majd mindjárt vége a műsornak, és érkezem. Jó? Megy, figyelj. Én kaptam virágot a férjemtől is. Sőt, a Milán, amikor reggel fölkelt, lejött a lépcsőn, odajött hozzám megvelelt, és azt mondta, hogy boldog nőnapot. De aranyos. És aztán a Miró fölkelt, fölvette a cipőjét, kiment a piacra, és hozott nekünk virágot. Nekem is meg a Lidia. Ez fura, hogy fölvette a cipőjét? Hát nem szokta? Mert hogy kiemelted, hogy fölvette a cipőjét, és kiment, hogy messze nem szokott piacra menni, vagy cipő nélkül? Hogy fölébredt, tehát tudta, hogy ma nőnap van, fölkelt, egy szó nélkül felöltözött, és szépen elment a piacra, és hozott virágot Lidusnak is, meg nekem is. Igaz is. Hát ezt így kell. Lehet, hogy csak flamos volt, és kiment egyet lángosozni. Bevert két unikumot, és közben állt, hogy őt egy virágos lángosozott. Mirókám, vissza egy virágot? Milyen virágot? Hát nőnap, ja, akkor adják kettőt, meg egy unikumot. Sűk fel, mustára. Friss a kenyér, abból is. Ma van nőnap. Akkor viszek egy virágot is. De mi ez az ellenállás benned? Bennem egyáltalán nincs. Én ma minden reggel fölköszöntöttem a nőket, minden órában egy nagy tapsot dobtam, nekik is puszit dobtam, sőt reggel 6 órakor te még vidáman aludtál, és fordultál egyik oldalról a másik. Én elmondtam, hogy ha már máshogy nem kapnak virágot a nők, legalább akkor kicsit kierőszakolva a férfiaktól vegyék a fáradtságot, hogy legalább ma vesznek nekik virágot. Tehát bennem abszolút nincs ellenállás. A férfiaktól milyen duma már ez? De ez kierőszakolás. Hallgass, mert ne legyél paranoiás, én azt mondtam, hogy ha egész évben nem vesz neked valaki virágot, de a nőnap alkalmából a nyomása elmegy, akkor ne álljon ellen, legalább egyszer vegyen. Ezekkel a szavakkal. Hát ha nem vesz magának egész évben csak most, akkor az ki van erőszakolva? Hát nézd, szerintem ez a nap ez nem attól szép, hogy ti virágot adtok. Ez a nap akkor is szép, hogyha nem kapunk virágot, de ettől... Jaj, de kapus vagy, hagyjál már ezzel! Nem, állj. Tehát én nekem ez a nap, ez így is kellemes, hogyha nem kaptam volna virágot akkor is. Az első mondatod az volt, hogy kaptál virágot. Így van, és ez tök jó. Az évtöbbi napján szokott venni a férjed virágot? Mi szokott. Na. Előfordul. Hmm. Nem, azért örül neki, mert végre felkelt. végre felkelt, és elment otthonról. És még cipőt is húzza. Fura, mert most ma cipőt is vett a nemzetközi nőnap alkalmában, nem mezitláb indult el. Nagyon kellemes meglepetés volt. Jól esett. Ennyi. És aki megteheti, az vigyen ma a feleségének egy szál virágot. Én úgy vagyok, én az anyák napját sokkal jobban szeretem. Most lehet, hogy velem van a baj, de nyilván azt nem kap ugye mindenki, csak aki anya, de hogy számomra az egy közelebb álló ünnep valahogy. Tehát, hogy ott is virágot veszel, itt is virágot veszel, csak hogy valahogy nekem az egy érzelem. És Vikit már köszöntöd, mióta ugye kétszeres anyukat? Tehát neki is viszel, vagy csak saját anyukádnak? Hát a gyerekeknek kell. Nem, én adok a gyerek, elmegyek a gyerekkel, és akkor a gyerek odaadja az anyának, hogy rajzol valamit, én is adok, persze. Én nem adok anyák napjára semmit, mindig, hát ez a gyereknek a dolga. Akkor legfeljebb az, amely is viráglé. Tényleg már elfelejtelem. Megint ilyen drága dolgot vettél anyának, megmondtam, hogy leértékelve vedd meg. Komolyan egy doboz, egy táblacsoki, és ilyen drága belga csoki. Anyátok, is kapni virágot. Kitől? Hát kapok a Mirótól is anyák napjára virágot. Hát de miért ne kapnál? Hát de most mondod, hogy nem adsz neki, hanem a gyerekkel elmész, és a gyerek hát adja át. Juli, ma nem vagyunk egy hullámuszon. Én elmondom, hogy én is adok, de hogy a gyereket is elviszem, vesz virágot, és ő is ad. De én is adok, hát miért ne? Hát anya vagy, hát miért ne kapnál? Hogy? Anyósomnak nem. Oda a Viki megy át, én meg az anyukámhoz, nem szoktam anyósomnak.
és nem egy helyre mennek, ugye? Nálunk minden alkalommal, a Miró minden alkalommal megköszönti a nőket. Anyák napján, nőnapján, sőt a tanítónéniknek is vittünk. Jézus Mária, hogy tud mindenki ennyire tökéletes családba élni? Kérne, 400 lufit fúj ánusszal, megjelenik a borsba, Makkal. Te mindenkinek Makkal. Virágot viszel. Érde, Jani, ne vagyunk mi maradva, szörnyű világban élünk, komolyan mondom, hogy nem csinálunk ilyeneket, de tényleg. Szerintem ezek olyan apróságok, amik nem kerülnek nagy pénzbe. Ott van, tessék, ő mondta meg. Fogják kezdet a Rákóczival. Apróságok, kis figyelem, ennyi. Kis figyelem és egy bors újságíró. Itt van, mai bors. Hát és most mai bors. Nem a mai bors. Ezért mondom, hogy kis figyelem, 400 lufi és egy bors újságíró. De személyen, de ma csináltam, évekkel ezelőtt volt. Harmadik óhé, 11 óra bors. Nem évekig tartott felfújni. Évekkel ezelőtt volt. 2014-ben kezdted el felfújni, és most adtad át. Nektek is elmeséltem. Itt adásban is elmeséltek, csak ti érzéketlen tuskók vagytok, és szartatok, vagy bocsánat, tettetek rá, hogy én ilyet csinálok, adásban elmeséltem, és most ezen elmondtam. Ugráltok. Nem, egyébként Feri így fújt, a hotot kellett volna, azok beértek volna 100-ra. A hotnak kellett volna szólni, a 100-ra igen mondott volna, a borsnak 400-at kellett fújni, a rohadt életben, ugye kiesik a szemem. Nem, mert figyelj, egyre szomorúbb a Juli, be kellett jönnöm, én látom a fejét, hogy ült be, és hol tart. Na most miért? Nem tudom, valahogy azt látom, hogy ők tele van törve. Miért? De most miért? Kimegyünk, és befutunk a napba. De kapott virágot. Óránként tapsoltunk a nőknek, és puszit mondtunk neki. De nézd meg a fejét, egyre szomorúbb. Nem, mert kicsit olyan érzése van az embernek, ahogyha Balázsra néz, hogy minden pasi, aki ma ajándékot ad, vagy virágot ad a barátnőjének, az valamilyen kicsit és kis megállít. Mert nem hallgattad a műsort. 6-tól tapsolok, 6-kor még a Rákóczi lefikázott, hogy miért tapsolok. De minden idézőjelbe tévedt ezt. Hétkor meglátta, hogy mi jelent meg a borsba, és héttől örült a tapsnak, hogy tapsolok a nőknek. Álságos hát ez milyen világ ez? Álságos, dehogy nem. Minden, és ma a nőknek is adtam ajánlást. De nem lehet mindenki olyan, ti vagytok paranoiások. Nem lehet álságos. Feri ilyen. Ő egy lángoló szívű hős szerelmes. Így van. És remek a piárosa. Még 50 is megvan az aktív anyag. Rohadt szemét vagy! Most már elég. Tényleg elég? Ez 10 évvel ezelőtt volt. Miért nem vagyok RTL-es, a Fókusz 20-szal beérném? Na most voltam nálatok, föl is hívom őket. Egyébként, hát most olyan nagy az átcipantás, hogy most bármi átölt. Most bármi jó Fókuszban még lerabolták a göncit, most lehet, hogy mi is lecsapunk rá. A Fókuszban most üresedés van. Úgy néz ki a gönci átstartó. Van még Fókusz? Van. Van. Hogy ne volna. Igen. Hát Gábor nélkül. És most lesz csak igazán. És most jelentkezdik a castingra. Na, mit hoztál, Juli? Mit hoztam? Találkoztam egy nagyon kedves haverommal, barátommal, Jocival. Ez egyelőre jó. Joci egyébként egy gyerekkori jó barátom, viszonylag ritkán találkozunk, de most volt alkalmunk összefutni egy kicsit. De leülni. Akkor nagyon. És megkávézni, és beszélgetünk mindenféléről, munkáról, utazásról, egyebekről, aztán szóba került a család, és kérdeztem, hogy mi a helyzet a csajokkal. Joci egyébként egy 30 éves fiatalember. És kicsit olyan volt, mintha a barátnőmet hallgatnám. Egy ilyen panaszáradatba kezdett, hogy nem hiszem el, de hogy az elmúlt 2 évben 2 nő is átverte és lapátra tette. Az első nem átallotta, te túl jó vagy hozzám, jobbat érdemez Dumával elküldeni őt. A második, ez elég gyenge Duma. Második pedig fél év után lépett félre. És mondta nekem, hogy tudod, Juli, pontosan tudom, hogy hol rontom el, hogy én túl jó vagyok a nőkkel, a nőkhöz. Hogyha egy kicsit megszivatnám őket, ha egy kicsit megrángatnám őket, hogyha nem érnék rá mindig, hogyha nem lennék jó fiú, akkor úgy kaparnának utánam, ahogy szeretném, ahogy elvárnám. És azon gondolkodtam, hogy tényleg az a gond, hogy óhatatlanul, akarva akaratlanul, de hogy a nők a rossz fiúkat keresik. Miért a rossz fiúkat keresik a nők, miközben itt van egy Joci, aki egy diplomás, jóképű, helyes pasi, ha 8-ra ígéri magát, akkor 8 előtt 5 perccel ott áll az ajtódban, megbízható családot akar, nem taktikázik, mert és folyamatosan. Unalmas. De miértől unalmas? Kiszámítható. Minden nő azt mondja, hogy ilyen pasira vágyik. És akkor, amikor egymás vállán sírunk, hogy engem már megint felültettek, és azt mondjuk, hogy egy ilyen hapsira vágyok, és tessék, ott van, így söpröd félre. És mész a következőhöz, akinél pontosan tudod, hogy fel fog ültetni, át fog vágni, és baj lesz vele. Miért keresik a potenciális problémát
a kiszámíthatatlanságot a nők. Mi ebben a jó? Nem rossz a dumája egyébként Jocinak. Ez bejön általában? Ez a sajnáltatom magam, és utána pedig megigazdaltatom? Hallgat fel, szerintem Joci nagy kandúr. Nem rossz. Ez a Joci, ez egy igazi nőfaló. Miért érznám olyan nagyon ábrándos tekintettel, és nagyon megsajnáltam. És miért híválod a fél éven? Igen. És meg akartam vigasztalni. Szóval, hogy... Azért, van valami. Azért gondolom egyébként, hogy így van, mert hogy ha visszanézek a Miró előtti pasiaimra, meg a Miróra is, én mindig a problémás hapsikat kerestem. Mindig rosszul választottam. És mi... De lennék most Miró, tudod. Igen, ott van így hallgatja. Ott is megáll a kolbász a kezében, tudod. De hát a Miró... Várjál, ma reggel kiment virág ér neki. Mindig rosszul választottam. Állj. Tehát, hogy a Miró fogják is... kezdett a feleségem, mert ő is így gondolja. Hogy... Miró is egy rossz fiú volt. Abszolút. Igen, szóval Miró is rossz fiú Miró volt. Miró egy rossz fiú volt, igen. Tehát, hogy ő azért egy elég nagy kandúr volt, túl sok jót nem ígért egyébként az a kapcsolat, amiben én beleszálltam. Kukákat borogatott, nem kezelt jegyet a metró. No. Ellopott egy-két illéslemezt. Nagy svihák volt, és akkor ő már ugye, nem tudom, a tizenakárhányadik, huszadik pasi volt, tehát pontosan tudtam, hogy mit várhatok tőle, mégis őt kerestem, az ő társaságát kerestem, és nem egy Joci típusú pasiét. Hát szerintem ebben az van, a nők azért izgalmasabb számukra, meg kihívás, meg hogyha eddig senki nem kellett neki, majd én biztos megszeridítem. Tehát ez egy ilyen, egy olyan dolog, hogy ami ott van és kézenfekvő és nagyon adja magát, az kicsit unalmas. És mindig izgalmasabb a kérdés, egy kicsit küzdeni kell, aki kicsit rossz, akit kicsit meg lehet változtatni, aki majd a kedvemért megjavul, vagy majd én megjavítom, vagy majd én betöröm, és akkor mellettem igazán kiteljesedik, és lásd, hát eddig senki nem volt jó neki, de engem megtart, meg én meg tudom tartani. Tehát ebben van egyfajta ilyen női önigazolás is, nem? Jó, hát persze. Meg a jó, aki ott van időre, kinyitja az ajtót, színházba visz, hétkor találkoztok, 3-4 hétkor már ott áll, virágot visz állandóan, az egy idő után szerintem egy kicsit egyébként tényleg unalmas. Tehát egy paliba azért legyen valami kis izgalom, egy kis titok, valami. Most tehát az én számom, hogy egy paliba legyen valami. Tudod, csak Joci sztori, Jocinak próbálok segíteni. Egy kis titok, hogy mikor ér haza. Igen. Hazaér egyáltalán. Igen, mi az az idegen bugyi a belső zsebében. Tehát, nem erre gondolok, de hogy, tehát valóban az elején azért én nem azt mondom, hogy egy nőt nem szabad elkényeztetni, de azért jó, ha van a paliban egyfajta vagányság. Hát de Jociban mi a vagányság kell... alatt azt érted, hogy... Most nem az, hogy elkésik a randiról, hogy vannak nem fogadott hívásai, amit nem vesz föl, és éjszaka eltűnik, csak én látom Joci karakterét, valóban nehezen fog jött találni. De a Joci azért nem fog magának csaj találni, mert unalmas. Tehát az, hogy egy pasi kiszámítható. Hát meg és... nem vagány, hogy ott vagy mindig. De mi ebben a mi az a vagány, hogy ha nincs ott mindig? Nem, ezt nem lehet megfogalmazni, mert a konkrétizálód hülye hangzik. Egy nőnek kell az, hogy egy paliért azért kicsit nem azt mondom, hogy teperjen, de izgalmas legyen, hogy azért ne tudjon mindent, legyen benne egy kicsit itok. Tehát ez a nyitom az ajtót, mindig ott vagyok, mindent elintézek, itt vagyok. Az sok nő van, az, akinek ez bejön, de a legtöbb nő egy idő után ezt egy picit elkezdi unni. Tehát tulajdonképpen a ti gondolkodásotokkal van a baj. Nem? Tehát akkor bennünk tulajdonképpen. Hát igen, mert te is azt mondod, hogy te is azt szeretted, akit egy kicsit be kellett törni, aki rossz fiú volt, tehát az az izgalmasabb. Nem? A rossz fiúkat be lehet törni? Hát őszit három kiherélt kandúra. Érted? Kalitkába vagyunk, érted? Néha kinyitják, kicsit körbe repüljük a szobát, aztán visszaterelnek bennünket a kalitkába. Nekem már azt se nyitják ki. Nézd, engem nem látszolhatsz le. Én szabad vagyok, mint a madár. Annak születtem, és az is maradok. Jani, csörög a telefonod, a Monika, az vett fel. Ja, igen. Igen, én vagyok, olyan viszek. Uncs, ja, citrom és csoki, a kedvenceid. Viszem, drágám, viszem. Így van, viszem, drágám. Szóval most mit mondjuk, mi a rossz fiúságra, érted? Egy korona becenevem a torok kéményseprője volt, de hát most már... Megró voltam az éjszakában, fénymulat mutattam a lányok meg, érted? Semmi vagyok, egy bevart mozizseb vagyok, érted? Egy fáradt madár vagyok egy zárt kalitkában. Hát mit tudok én? Mit tudok én a rossz fiúkról? Hát... Szóval azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen akkor nem a pasikban van a hiba, nem az ő készülékükben van, hanem ezek szerint a miénkben. Igen, de hát igen, most a női gondolkodásról kérdezel három palit, ugye nehéz megmondani. Na de hát hogy próbálj meg az én oldalamra helyezkedni, mert eddig ugye mindig azt halljátok, hogy a férfiak és hogy átvágják a nőket, miközben nem a pasik vágják, nem feltétlenül a pasik vágják át én a nőket. Szerintem ez tökre megfordul. Vagy hogyha benne van a pakliban, én pontosan tisztában vagyok vele, hogy én átvágható vagyok, hogyha egy olyan embernél próbálkozom, akiről tudom, hiszen ordít róla, hogy átfog. Ez az egész megfordult. A nők lépnek ki, a nők válnak el a kapcsolatból, a nők lépnek félre, a nők találnak valakit, a nők döntenek hát, úgy. Hát azért szerintem azért ez nem ennyire. De nagyon megtalált a tendenciát, tehát régen egy
egy nőnek, hát az a szitokszó volt, hogyha ő kezdeni ezt a válást. Ma már egy nő felvállalja, hogy viszonyom, ma már ki mer lépni egy kapcsolatból, ki tud lépni egy kapcsolatból, mer ismerkedni, kezdeményezhet, tehát az egész fura férfi hierarchia azért ez így eltűnt ebben a szempontból. Nem elpasisodtunk? Nem elpasisodtatok, nem feltétlen. Az biztos, hogy nem tudod, mi történt. A saját önbecsülésedet próbálod meg abban megtalálni, amikor a rossz fiúra szavazol, hogy volt 5000 nő a rossz fiú életében, és téged választott. Így van, és te így az 5000-nél jobb vagy, mindenkinél jobb vagy, mert téged választott, holott most igen, téged választott, de valószínűleg tovább fog majd állni, kedves Jóci. Akkor ezek ilyen talmi időszakos önigazolások? Tehát igen, pontosan tudom, igen, hogy ez pár hónapig fog ugyan tartani, de remélem majd egyébként, hogy nálam mellettem hogy fog hát, megváltozik. Így igen, van, hát így ez van. Egy ilyen egóbeli kérdés, hogy majd én megváltoztatnom. Ugye, hát nem véletlenül tartanak ki, azért százszor megcsalja, ott hagyja, csajozik, de a nő mégis mellette marad. Egyrészt szeret kicsit szenvedni, kettő ebben a szenvedésben találja meg a boldogulást, legalább velem van, kettő, majd én megváltoztatom. Hát ezt azért sok helyről halljuk, hogy sok ilyen rossz fiú mellett tart ki egy nő, mert az a trippje, hogy majd miatta megváltozik. Meg majd ő, meg legalább velem van, hát ez a másik. Egy pasnak mennyire kihívás egyébként egy betörendő csaj? Vagy az inkább problémás, és nem kezdtek vele? Hát nézd, ha felütöm az emlékkönyvemen régről. Az első 500 oldalt. Az első 600-700 oldalt átlapozom. Én bírom azt a nőt, aki nem egyértelmű, és van benne egy kis izgalom. Hát most nyilván, tehát hogy kérdés, hogy milyen izgalom. Most a palia van közben, viszonya van, azt is sose szerettem nagyon, mert azzal az ember nem tud mit csinálni. Tehát az engem nem izgatott, hogy most valakitől elszedni, és akkor egy ilyen fura érzelmi viszonyba belebonyolódni. De ha csak izgalmas, kicsit kiszámíthatatlan, ha vannak olyan húzásai, hogy meglep, az tök jó. Nem? De szerintem mindenki szeret. Csak az a baj, nehéz konkrétizálni ezt a témát, hogy ne ilyen nagyon általánosságban beszéljünk erről. Olvastam most egy felmérést, és az állítólag az a tendencia, hogy a férfiak egyre inkább a biztos egzisztenciával rendelkező vezető pozícióban lévő nőket hát preferálják. Nem, és akkor arról van, hogy megfordult az egész. Hát eddig a nő választott a sluszkulcs alapján idézőjelesen, ugye nem általánosítva és megbántva a nőket, de most meg a pali választ úgy, hogy egy ilyen nőt, akinek jó az egzisztenciája. Igen, állítólag a gazdasági válság óta azok a férfiak igazán kellendőek, akiknek már van biztos egzisztenciájuk, illetve azok a nők kellendőek a férfiaknak, akiknek már van biztos egzisztenciájuk, hogy ne legyen már az a fajta felállás, hogy a férfi a domináns, aki eltart, aki... Hát ezt ti vívtátok ki, hát ez erről ti tehettek. Hát ti akartátok ezt a fajta egyenlőséget, nem? Ami egyébként nekem ezzel nincs bajom. Tehát, hogyha egy pali keres X-et, akkor a nő is kapja meg ugyanezt, a pali betölthet egy ilyen állást, a nő is kapja be, nem karrieri, töltse be, nem kapja be. A nő is nyugodtan menjen el vissza egy-három hónap után dolgozni, és attól valaki nem karrierista, hogy a gyerek mellett dolgozik, tehát nekem ezzel nincs bajom, de azért erőt is tettek, hogy ez így legyen, nem? Jó, és akkor mi a helyzet az ilyen Jóci típusú pasikkal? Figyelj csak, azt lehet az, hogy szegény, az van, hogy ugye a rossz lányok élete végéig magányos lesz. A Jóci, a rendes lányok a rossz fiúkat vonzák, vagy fordítva, és a jó fiúk, mint Jóci, ő meg a rossz csajokat. Figyeljetek, nem, egy Jóci típus sose fog rossz csajra, egy rossz csaj úgy átlép a Jóci megszabad, de persze. Hát így lép át. Kétszer kinyitod egy csajnak az ajtót, ott vagy 8-5-3-4-8, két darab színház, egy ilyen nagyobb kaliberű csaj megzabál, és eldob Jócikat. Három Jóci csontvász fekszik már benne a szekrénybe. És de hát én csak szerettelek volna elvinni egy a kongresszusi központba egy Vivaldi koncert, de nem megzabál. Úgy, hogy találja magának a megfelelőt. Van egy ilyen, tehát szerintem egyébként az, hogy mennyi idős vagy, meg hogy melyik korosztályhoz tartozol, az nagyon sokat számít ugye a párválasztás terén is. Tehát ez mindenképpen befolyásolja. Szerintem egy idő után a nőknek egy része is már az olyan típusú férfiakat kezd el keresni, mint amilyenek a Jócik, mert hogy a biztonságra vágyik mellett, és nem pedig arra, hogy adott esetben. Mert korábban mindig az van, hogy egy picit azért izgatja nőt az, hogy félre léphet a pasia. Mert az egy kicsit nívóját emeli annak a férfinak. Uh-huh. Mert hogy kell másnak is. De egy idő után már ez a fajta izgalom már nem hiányzik a nőnek az életében. Én ritkán hallok olyan nőt, akit az izgat, hogy a pali a félre léphet azért. Azt szerintem a nők arra nem gerjednek, hogy hú de jó, mert lehet, hogy ma megcsal este. Ilyet azért ritkán hallok. Szerintem nem erre gondoltam, nem ilyen sarkosan, hanem arra, hogy te is örülsz neki, vagy neked is imponál, meg tetszik, meg legyezget a hiúságodat, hogyha látod, hogy tetszik a feleséged valaki másnak. Ugyanez a nőknél is. A nőknél is így van, tehát hogyha azt gondolod, vagy látod, hogy a pasithoz vonzódnak más nők is, nem csak te, akkor az neked jól esik? Ez temperamentum kérdése, valaki meg halálosan féltékeny és megöl mindenkit, aki ránézel a csajára, már verekedni akar egy étterembe. Viszont hogy... egy bizonyos kor felett ez már nem annyira tendencia, ez már nem annyira érdekes, akkor már inkább az kerül előtérbe, hogy legyen otthon időre, hogy legyenek közös programok, hogy törődjön veled, meg a gyerekekkel eleget, meg hogy mit tudom én, legyen egy biztos egzisztenciája, és hogy lehessen rá számítani, de szerintem ez egy bizonyos kor felett van már. Tehát azért nem tudom elképzelni, hogy egy 20 éves lányt elsősorban ez izgatná, vagy ez lenne fontos számára, hogy most akkor
hogy mindig otthon van egy 8 órára. Igen, én megértem azt a nőt, akinek ez unalmas. Nem felejti el a nőnapot. Kicsit elkényeztetik, itt mindig ott van, mindent elintéz, mindent is ilyen atyáskodó, és ilyen kicsit közben ilyen. Én megértem, hogy ez a nő hidegráz ettől a típustól. Tehát, hogy nőként kezeli, de közben mégis valahogy úgy pátyolgatja, hogy ettől nagyon sok nő elmenekül. És utána a Jocinak nem lesz könnyű. 5 év múlva, tessék? Hogy Joci megnősült, és van egy gyönyörű házassága, és egy családja. És hát halva Joci karakterét engem nem ütne meg a guta, a nő lennénk. Nem, egyébként tökéletesen nem. Joci számát. Viszont lehetne belőle egy nagyon jó közös képviselő. Igen, Joci remek közös képviselő lenne, igen, egy káró mintás pulóverben üldök. Hát azon gondolkodom, hogy hány Jocit enged el minden nők százai naponta azzal, hogy unalmas, és nincsen benne izgalom, és közben szépen lassan az önértékelésük, az önbecsülésük, és minden megy tropára az évek alatt, mert hogy ilyen srácokkal kezd, mint ti. Torok kérményseprőjével és egyenekkel, akik tulajdonképpen nem adnak más, mint amit egyébként, tehát nem ígérnek semmit, és nem csinálnak semmi olyasmit, ami nem lett volna bele eleve a pakliban. Csak hát ez alatt a nőknek az önértékelése, meg az önbecsülése lemegy a lefolyón, Jóci meg ott maradt pártában, aztán megnősül, és rettentő így lesz rá az előző két barátnője, akik most lassan olyan, hogy mint egy ilyen segélyműsor, help for Jóci, nem? Tehát, hogy hívjuk föl, holnap mutassuk meg, aztán jövő héten találjunk neki öt nőt Jocinak. Én nem tudom, de szerintem te is például izgalmasabbnak véled a saját férjedet, akit kicsit be kell törni, aki kicsit ilyen zabolázatlan, nem? Miközben szerintünk Nem, tehát aki egy kicsit vad, aki egy kicsit úgy hazamész, és úgy neki dönt a konyha szekrénynek, és mint Jóci, aki ül egy káromítás pulóverbe kettő darab, nem tudom, Csajkovszki jeggyel. Nézd, Miró egyébként állítólag azért gondolta, hogy én hosszú távon jó partner lehetek, mert hogy ő állítólag meglátta bennem a gyermekei anyját. Aha, ezt tehát, mondta? Igen. De ez milyen szép. De ez nagyon szép, hogy egy nő ilyet hall. És hogy a Miró az számára nagyon fontos volt mindig is a család, és ő nagyon szeretett volna egy családot, és először látott olyan nőt, akire azt gondolta, hogy na, ennek a nőnek szívesen csinálnék gyereket, ennek szeretném, hogy ez a nő legyen az én gyerekeim anyja. Tehát, hogy a Miró annak ellenére, hogy egy rossz fiú volt, mert egyébként a szó minden értelmében az volt. Egy igazi bad boy. Egy igazi bad boy volt. Azért ő benne ott volt a jóság, és egyébként az a baj, hogy ugye nyilván minden nő erre appellál, hogy ki tudja ezt hozni abból a bizonyos férfiből, hogy csak nagyon ritkán jön ez felszínre, csak is futod a köröket, és próbálkozol, és újra és újra neki mész ugyanannak a falnak, és sosem tanulsz. El kell most már mennetek egy családterápiára, vagy? Muszáj. Nehogy kell családterápiára, mi házasságunk működik. De miért nem Jocit választottad? Működik, Jocsi! Jocsi egyébként tök érdekes, nekem sem soha az életben fel nem merült, hogy na, látod? Hát erről beszélek. Sokat fogtok még együtt kávézni, ezután a Nem, de Jocsi tudja, hát mi erről, tehát Jocival évszázados barátok vagyunk, jó haverok vagyunk, így ez sose merült fel közöttünk. Én nagyon csípem, de hát nem is gondolok rá így, hát ne hülyeskedj, férjem. Sőt, te voltál az neki, aki mondtad, hogy túl jó hozzád, és hogy maradjatok csak barátok. Jóci azóta nem tudja ezt megemészteni, igen. Vegye le a káromintás pulóvert, valósan egy Mötlik rütetkót, meg nem tudom, valami. Gyorsan. Kezdjen el motorozni. Igen. Egy nagy Magyarországot, de figyeljen rá, hogy ne fejjen lefelé, hogy és rögtön be fog csajozni. Jó van, Júli, hát segíteni nem tudtunk, mert így azért nehéz Jócit jobban kéne ismerni, de értem, hogy miről beszélsz. Köszönjük, puszilunk. Ciao, köszönjük. Üzentél Jocinak szerintem. Jocsi, ül a rádió mellett is zokos. Egy Júli poszterral a kezében. Most már sose lesz az enyém. Na, játszunk, ha minden igaz, itt van már is a hallgatónk. Hármasugrás, játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Kicsit kevesebb a jelentkezés. Lehet, hogy nehezebb volt ez a zenei blokk egyébként. Azon gondolkozom, hogy... Napról napra egyre nehezebb. Igen. Jóci vagyok, abba hagyni. Szálljatok le róla? Jóci vagyok, szálljatok le róla. Fívuk, Jócinak a fonajáró kell, ez Viki küldte. Nekünk. Kérem Jóci telefonszámát, Anikó. Na, Juli, hát itt lesz. Jóci szerintem itt megházasodik. Igen. Sziasztok, én is egy Jóci vagyok. A sztorim dette ugyanez. Üdv Sanyi. Te hány Jóci van ebben az országban? Hány Jóci van? Igen, küldjetek el a Jóci számát. Megéri jó fiúnak lenni. Megéri hazamenni időben. Látod? Jócik akartok semmi lenni? Érted. Most semmi értelme nincsen. Halló, jó reggel. Aha. Halló. Halló. Jóci? Akár.
Akarsz jöcsi lenni? Hello, Jani, jó reggel. Sziasztok, szép jó reggel. Ciao, honnan hívtál minket? Jelenleg úton vagyok, a 10-es úton. Na, ominózus körforgalomnál, amit elintéztetek. Á, nincs mit, szívesen tettük. Szóra se érdek. Jól lehet haladni? Jó, tökéletes, hibátlan. Az út minőségével vannak gondok előtte, de maga a körforgalom zseniális. Jó, van. Milyenek a kérdések, Jani? Pasi, menni fog. Igen? Mennie kell, aha. Odaadod, akkor már nekem nincsen. Ja. Köszönöm. Parancsolj. Na nézzük, mehetünk, Jani? Mehetünk, igen. Így szól az első kérdés. Melyik szabadidős tevékenység egyik válfaja a pergetés? Horgászat. Így van. Mondjuk ezt úgy mondtad, mint aki horgászik. Horgáztam, nagyon aktívan. Most már rácsaptam egy picivel természetközelibb sportra, hogyha lehet ilyet mondani. Az mi? Kvadozom a bűnbe. Nagy gázzal. Brutál gázzal kvadozom. 15-ös. Csapattunk a Gerenci erdőbe keresztül és kaptunk. Szóval vadászol. Így van. És jól vadászod? Jó. Az a különbség a horgászattal, hogy ott meg tudod választani, hogy ki van melletted. Kérem, hogyan? Micsoda, hogy a vadászaton nem? A horgászaton nem. Ja, horgászaton nem. Hát ott nem az ember kiül, és akkor odaül beléd valaki. Igen. Menjünk tovább? Mehetünk, igen. Itt van a második kérdés. Mi volt a Linda című tévéfilm sorozat főszereplőjének vezeték neve? Hát ezt lehet, hogy bebukom. A Linda vezeték neve a tévésorozatban. Így van, milliószor mondták. Főleg egyébként a parancsnoka hívta így. Ő nem Lindázta, hanem mindig mondta a vezeték nevét. Nem fog eszembe jutni. Is. Veszprémi. Veszprémi. Így van. Hát, örültem, hogy játszottam veletek. Nagyon szépen köszönöm. És ez alap volt. Alapmű. Veszprémi Linda. Jani, jó munkát neked, jó utat, köszi. Köszönöm szépen, minden jót. Jó cserkelést. Ciao. Köszi, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Cserkelés az életem. Nem, cserkelés volt az életed. Cserkelés. Ez egy könyvcím. Cserkelés az életem. 6 perc a pontosan, 3-4-10, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 3-4-10 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jövünk már is, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ugye az egyik bulvárlap címlapon hozta, hogy Gönczi Gábor átigazol az RTL-től a TV2-höz. Beszéltünk Gábor adáson kívül, mondta, hogy majd nyilatkozik nekünk, most még nem szeretne, de később vállalja a beszélgetést, és mi próbáltuk megfejteni a nagy átigazolási mizériát, hogy vajon mi lehet a háttérben. Arra jutottunk, hogy valószínű, hogy van egy gép a TV2 székházában és egy az RTL-ben, és ez a gép ugye folyamatosan bebeszippant valakit. A nagy szippantó gép, és aki bemegy az egyik oldalon, kijön a másik oldalon, mint a Terminátor, amikor visszajött a jövőből. Megpróbáltuk elképzelni, hogy ez hogy működik, ha már itt ilyen nagy átigazolási hullám van, és mindenki jön megy a két kereskedelmi csatorna között. Erről beszélgettünk, valamint arról, hogy Franciaországban ugye beperelhetjük szüleinket, ha esetleg nem tetszett egy kép, amit kiraktak rólunk, akár 45.000 eurós büntetése is, és hát megbeszéltük, hogy mi miért perelnénk be saját szüleinket. Amellett, hogy nyilván szeretjük, kedveljük őket, azért számos olyan dolgot elkövettek ellenünk gyermekkorunkban, ami hát nehezen megbocsátható, és mindenkinek beleégett a tudatába, a memóriájába az, amit elkövettek ellene. Nagyon tanulságos SMS-eket kaptunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 6 perc múlva 10 óra, hívjuk a nap hallgatóját. Igen. Nem érünk el, még virágot kell venni. Nincs so! Jó reggel! Hello, hogy hívnak? Szia, Otto vagyok. Sziasztok! Otto! Nekünk csak Oti?
Akár lehet. Legyél ott én is. Én ezért is perbe fognám a szüleimet. Az igen. Mondhatnám úgy is, hogy jó reggelt kívánok, Baló György vagyok. Baló György, igen, mert hogy ezt írtad nekünk, nagyon szeretjük az SMS-et, egy gépről beszélgettünk, ami átszívja a TV2 sztárokat az RTL-hez, és az RTL sztárokat a TV2-hez, ami valószínűleg működik a Nagytétényi úton és a Róna utcában, és te csak annyit írtál, Baló György, látszik, hogy a gép tényleg létezik. Igen. Ott nagyon szeretjük ezt az SMS-t. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, hol hallgatsz minket? Nagyon szépen köszönöm, a munkahelyemen hallgatlak benneteket. És az merre? Merre található? Tatabánya. Jól van. Igen. Oké, okay, jól van. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, klassz napot mindenkinek. Neked is. Hello. Csavikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok! Én gondolkodtam ezen nagyon, hogy én miért perelném be a szüleimet, de semmi olyan. Tehát engem olyan szépen felneveltek, nézzetek rám. Itt gyerekek, itt rajtunk a Janin kívül már megszoktuk, itt mindenki mint csak a családban rendesek. Élt. Hát itt a Juli, a Feri, te, itt mindenkivel mindig minden mind, rendben hát, van, minden tökéletes, a Sutyó meg a nagyképű nálunk, kornadrág, parasztbajusz, érted? És meg a nagykép! Érted, itt mindenkivel, minden 600 virág, 400 virág. Még nem irattak rád a szőlőt, vagy... Megtanultam elfogadni azt, amit adnak, kész. Nagyon attól lettem boldog, amit adtak, kész. Hát, jó, azok a mondatok, igen, amiket tovább viszünk, azt azért, az viszont magamra haragszom azért. Tehát, ugye? Amikor elkezdem a mondatot, és a felénél tartok, akkor... És rájössz, hogy ezt nem akartam mondani. Nem, mindenképpen jobban kell lenni a szülőkkel, legalábbis addig, amíg még a gyerekeket le tudod adni hozzá. Nem tudnak rájuk vigyázni, nincs dolognak. Milyen zenéid lesznek, Csabi, remek zenék? Nőnap van, nemzetközi nőnap, úgyhogy csajokat hozok. Nagyon helyes. A TLC-t. Oh. Úgyhogy most megint nem a legújabbak közül választottam, hanem egy ilyen igazi, régi, klasszikus három csaj, a No Scrubs, ráadásul az egyik legnagyobb sikerük volt, bekerült a Billboard 100-on a legjobb 10 közé. Azt gondoltam, ez egy nemzetközi nőnapra ül, nem? Uh-huh. Csavikám, ez annyira ül, mint semmi. Komolyan mondom. És Balázsnak hoztad a Berecki dalt, szállj velem, itt van, látom. De azt külön akartam felkonferálni, és lelőtted a poénat. Megyek megnézni Berecki színházba. Már én is öregszem, gyerekek, ugye? Lepkegyűjtőt megnézem. Ja, igen, azt mondják, hogy ez abban állítólag jó. Nagyon jó. Azért akarom megnézni, hogy utána megkövessem, hogy annyi mindent mondtam róla, és megdicsérjem. Nagyon várom azt az adást. 3 perc szóra pontosan 10 óra Csabinak kívánság műsorra, 555-55-00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! És uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.